uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 6 óra 13 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, kis vagyunk. Sziasztok! Jó reggelt! Drága hallgatók, kezdünk szépen, még itt nyomkodunk mindenféle gombot, csak hogy jobb legyen mindenkinek a reggele. Jó reggelt, hello, itt vagyunk. Becsukjuk az ablakot, mert értem én a szellőztetés, de most már azért, hogy elég. Most már egy elég. A légcsapokat már letört. Igen, jó idő. Ebből az oxigén mennyiségből elég, főleg, hogy az Ülői úti felüljáróról nem annyira oxigén jön le. Van-e valami más? 2,5 hét karácsonyig. 2,5 hét van már csak? Szuper. Bocs, ne haragudj. Nagyon jó. Nem akartam. Mit csinálják ezzel az információval? Semmi, hát hogy már csak ennyi van, és akkor jön a Jézuska. Jön a szünet, a csend, pici nyugalom. Szünet. Az még talán fontosabb is, mint a karácsony, hogy egy kicsit az ember kicsit tud pihenni. Bízzunk. Igen, milyen volt a hétvége? Minden oké, minden rendben, minden jó volt. Az jó volt, de valami, a gyerek nem akart elaludni, illetve nem tudott aludni, és ha a gyerek nem alszik, a nejem se, ha nem jön, nejem nem alszik, én se alszok. Úgyhogy most így... Nem érem, füldugóztál, hogy szoktál. Hát, mert hogy hívják? Segítőkész akartál lenni. Igen, de most a füldugón keresztül is hallatszódott. Kétféle füldugom van egy szivacsos, van egy viaszos, ha a viaszos a dugom, akkor az égben van, semmit nem hallok a gyakorlatokon, mint hogyha tetsz halott lenni. Az a jó, senki, hát, de az a cél, nem? Igen, hát igen, csak most így este, hogy oda kellett picit rájuk figyelni, hogy most van-e valami probléma, nincs-e valami probléma, mert valamit benyalt a gyerek, mondom, valami kis torok, meg az kész, történetet. Úgyhogy, igen, köszönöm a biztatást, hogy... Mit tudunk erről? Vírus van, nagyon sokan beleestek az iskolában is, meg az óvodában is. Szerencsés esetben egy 3 napos, hányással, hasmenéssel, hosszabb esetben 2 hetes. Tehát karácsonyra ki tudtok belőle jönni. Nagyon jó. Úgyhogy most ez van. Úgyhogy van bennem egy masszív csapás. 3 órás alvás, de hát ez van. Hát, mindegy. Nagyon megdöbbentett. Majd a sírban pihenünk, ahogy... Azt hittem, nagyon megdöbbentett a futórulás látványom. Ja, nem. Figyelj, voltunk futni a Janival, megcsináltuk, 10 kilométert lefutott mindenki. Hát egyszerűen nekem az első olyan futó, én egyedül szeretek futni, ne nézze senki, ahogy én szenvedek. Szoktam volt mondani, ez volt az első közösségi eseményen futásilag, és hát egy zseniális ráccal futottam együtt. Kis egy ilyen kantáron vezettük egymást, ő húzott inkább engem, de ő egyébként látássérült. Uh-huh. Megcsináltuk a 10 kilométert, Jani már régen elment átöltözni, mire mi beértünk, de nagyon nagy volt a boldogság, én hihetetlenül jól éreztem magam. Mit gondolsz, ki nem ért oda az eredményhirdetésre? Nem tudom. Jani. János. Lemaradt arról? Persze, óriási volt. Ők nyertek, azt az hadd mondjam el, hogy ti voltatok ugye a látássérült futópárok közül az elsők, ők voltak a legjobbak, és hát ott áll a speaker a színpadon, a férfi egyéni, a női egyéni, 5-10, és akkor a látássérült párosok között az első Vadon János és Ricu Tamás. És Tamás, így van. Igen, Tamás egy olyan látássérült futó, aki 3%-ot lát a világból, de egyébként egy nagyon sportos emberről van szó, úgyhogy mi nem is tudtuk, hogy mi mentük a saját kis tempónkat, igen, aztán bementünk a célba, azt mondták, hogy mi nyertünk. Mondom, tök jó. Legjobb idő, azt jelenti, tehát hogy az azt jelentette, hogy a páros férfiak közül a 10 kilométeres távon mi lettünk az elsők. Na az jó. De nagyon jó volt egyébként, nagyon jó hangulata volt az egész történetnek, több mint 700 futó volt, már előnevezésben egyébként annyi futó jött össze, mint tavaly a teljes mezőny, tehát hogy a helyszíni nevezőkkel meg az előnevezettekkel együtt rengetegen voltunk, mondom, nagyon nagy hangulat volt, hál' Istennek az idő sem volt annyira rossz, mint tavaly, mert tavaly végig szakadt az eső, most meg csak ilyen nyírkos volt, és hát hiányoltak téged is. Tehát, hogy így mondták, persze, számítottak rá, kérdezték, persze mondtuk, hogy azért most elég sűrűre sikerült a hétvége ahhoz, hogy még itt is teljesítsél, de majd talán majd jövőre. Úgyhogy nagyon benneteket, mert voltam valahol, ami pont ráláttam a Margit-szigetre. Igen, de jó. Föl kell ugrani. Nem, csak ott futottatok, a Margit-szigetre szemben van a lakása.
és volt időm 3 percre felugrani hozzá valamiért, és pont akkor mentetek. Tehát a Margit híd irányába futott mindenki az Árpád híd irányába. Aha. Egy olyan csapatot láttam. De ilyen brutál sokan. Nagyon az sok. Árpád nagyon, felé. Nagyon jó volt. Hát úgy, most a városban ugye, hogy hagyományosan ilyenkor egy csomó olyan futóverseny, valamilyen mikulásos beöltöző, stb. Futás. A dolognak a különlegessége ennek a bizonyos mikulás futásnak az az, hogy ezzel a látássérültek szabadidő sport egyesületét támogatja az ember, ahol látássérült sportolók vannak, akik független attól, hogy egyébként a világból ez nem nagyon látnak semmit, vagy csak nagyon-nagyon minimálisat, ettől függetlenül ugyanúgy pörögnek, ugyanúgy élnek, ugyanolyan, hát például a Hunor is. Az én párom az egy maratont futott. Hát figyeljük, az milyen nagy teljesítmény. Az a New York maraton már teljesítette. Azt csinálta meg ilyen fél maratonból, megcsinált 10-et, mert azt mondta, hogy így minek üljön otthon. Hát az nem neki való, és tulajdonképpen igaza van. Na de hát ő nem lát, gondol, lát, hogy akkor inkább üldögél, de nem. De hogy futnak egyedül, hogy nem látnak? Nem, segítővel. Tehát mindig segítővel? Segítővel, igen. Mindig valaki, a New York maratonon ott többen is segítettek, én kaptam a kis lábamra, kaptam egy ilyen csörgőt, azt ő hallja, hogy mi a tempó, és közben van a kettőnk között egy ilyen kis összekötő zsinór, és hogyha ő le akar menni a futópályáról, akkor én kicsit visszahúzom. Mm-hmm. Akkor nagyon-nagyon nagy élmény. Úgyhogy végig kell így kommunikálni, picit jobbra, picit balra. Jó, küszöbb. Alacsony. Igen. Örényéni, kisgyerek, tacskó, dalmata. Jó, hát igen, ja, egy idő után nem. Igen. Hopp, ne, hajó. Alacsony kutya, magas kutya, fölötte. Igen, ez az állatkert, jaj, eltévedtem. Ha vele futott volna, hát nem biztos, hogy annyira jól jár. Marha érdekes, hogy például a Tamás ugye rendszeresen a Szigetre jár ki, és olyan marha jól ismeri az egész kört, úgyhogy gyakorlatilag mondom a csíkon, meg az előtte futókon kívül olyan értelemben, hogy mondjuk az árnyékukat, vagy én nem is tudom, a körvonalaikat inkább így fogalmazok, azon kívül gyakorlatilag nem lát semmit, mégis mint a tenyerét úgy ismeri. Most jönnie kell egy tűzcsapnak, tudod. És hoppott és a tűzcsap. Ott van, jött egy tűzcsap szembe. Aha, most képzeld el. Hát, és egy tűzcsap. Már mindenki. Egy jön egy tűzcsap. Az is kell, jött egy tűzcsap. Hello, tűzcsap. Hello, tűzcsap. Az ellenkező irányba kell futni. Jó, mondta a tűzcsap, megfordult és futott tovább. A betyárját, mi történnek ott? De a végén lehajráztuk. Tűzcsap. Így a tűzcsap csak második lett. Elképesztő. Mondom, szóval, hogy láttalak, eszembe jutottatok, hogy én már nem tudtam, mondom, mi ez a sok ember, mondom, ennyien futnak, ilyen rossz időben, ilyen ónos esős, kocitálós, esőszitálós, elég ramadt idő volt. Akkor jutott eszembe, hogy hát ezek ti vagytok. Úgyhogy láttalak benneteket. Viszont egy másik nagyon jó programot is szeretnék a figyelmetbe ajánlani, ha még van rá lehetőség pénteken. A műjégen töltöttem az estét. Ó, műjég. Gyerekek, hát én sötétségben éltem vidéken. Azt ugye eddig is tudtuk. Mi kijártuk a bányatóra, és úgy éreztük, hogy jó ez a korcsolya. Hát te, hogy itt mi van? A fiúgyerekkel. Kimész, cuki aranyosan ő csúszik, apuka óvatosan utána, és nézelődés. Plusz javasolnám, hogy a retro diszkót, a következőt, azt oda kell tenni. Tehát szerintem egy napra béreljük ki egy reggelre. Csináljunk a műjeget. Figyelj, azt tudod mekkora? Az jutott eszembe, hogy DJ Oti áll a forralt boros pult mellett a lemezjátszójával, és megszólal a What is Love. És én siklom. És mindenki siklik. És tudod mekkora? Tudod milyen? Gyönyörű egyrészt a hely, a Vajdahunyadvára. Megőrzően szép. Szép, tényleg szép. Mész körbe a jégen, hát, és a formák, és a fények, és vég. Jó csajok. Brutál? Sírsz. Tényleg? Sírsz, mert a korcsolyázás közben olyan izmok dudorodnak ki hátul, hogy mindenkinek olyan a feneke, hogy világbajnok, és hát én anyával voltam, úgyhogy kaptam is egy figyelmeztető ilyen oldalba bökést, hogy lehetőleg a gyerekre is vigyelnék. Három bordát elrepett. Nem csak a többiekre, de hát a zsenialitás maga, figyelj, egyrészt így hétközben is kimenni, de ha ki tudjuk dolgozni egy január vagy február, amikor még van jég, és egy péntek... Hát csak ki lenne ott reggel? De, péntek este. Jaj, péntek este. Nem adást csinálni. Külön kiadás. Belőle. Azt mondanánk, hogy külön kiadás, mi ott siklanánk, vagy mérnénk a forralt bort, és te meg nyomnád a izéket, a retro zenéket, ilyen megőrülni. Jó. Nagyon jó. És ki korizit nálatok, Soma? Vagy mindenki. Az egész family. A Soma most jött rá, hogy ő most már nem birkózó akar lenni, az már nem akar lenni, most tornász, de most már hokis akar lenni, jégkorongos, úgyhogy őt most ki kell vinni, meg így családilag szoktunk. Tudod, kézen fogva, nagy siklás, apa megpróbál megállni, ezt én még nem tudok, és akkor... Én is teljesen béna vagyok. Tök jó. Vannak ilyen elmebetegek, akik úgy koriznak, hogy... Jaj, tudom, és ők mindenkit le akar, úgy mennek el mellette, hogy épp, hogy csak hozzád érne, de utálom azt. Szerencsétlenül, hogy bénázol, tudod, de még levágja a bal hüvelykujjadat a lábadon, úgy megy el melletted, és mondom,
tesó, értem, hogy nagyon tudsz, de... Igen. De én meg értem, ettől összetesom magam. A versenyzők között béna vagyok, az amatőrök között rettenetesen menő, és ezt ugye bizonyítanom kell. Igen, és élete nagy jelenete, hogy az amatőrok is a között, ő most ott mutat két koszorút befele, kifele, tudod? És kicsit mogorva arccal tolja, és remélyéz rajtatok, és akkor... Igen, hogy menjél már az útjából, igen, és hogy miért itt totyogsz előtte, és ezt így kétszer átértem, és mondtam, hogy nekem ez nem. Nekem ez nem hiányzik. Maga a hangulatot egyébként én nagyon szeretem, jártam ki régen. Szól a zene, mentek körbe-körbe, kiskör, nagykör. Perec, egy szalaggal elválasztva. Kicsiknek egy kisebb rész, nézelőt, brutál combok, seggek. A legjobbak ezek az öröki fiú, kis öregek. Én azokat szerettem a legjobban, vagy szerettem, amikor ennek idején még a haverokat kikísérgettem, meg mondjuk egyszer-kétszer voltunk így családdal is, hogy nézed, és ezek a kisöregek, akik az ezer éves korjaikkal így felöltözik sál a nyakba, és hogy hívják, és ott tolják is. Igen. És látszik rajtuk, hogy imádják az egészet is. De ma olyan bulit tudnánk csinálni, komolyan mondom, ez járt az eszembe, mert a zenei... Jó hangulat van. Igen. Tehát egyébként is jó a hangulat, és akkor azt mondja, DJ ott és mert nyomnád a jó zenéket, figyelj, az egyszer egy pénteket áldozunk be, péntek estét, vagy vegyük ki egyszer, lehet egy ilyen családi bulit csinálni, jöhet, vagy hát ne jöjjenek. Egy csapatépítőt, hogy az. És ott alszunk a műjégen után. Egy ilyen ott alvos csapatépítő. Nem? Lekucorodunk ott két forradbor után. Forradborba, fagyba. És befagyunk a forradbor. Hát nekünk a műjég úgyis kedves helyszín. Hiszen ott volt azért egy 2011. 11. 11. De jó is volt. Amikor ugye hát nagy dolgok történtek, több ezer ember. Talán az volt az utolsó ilyen nagyon nagy. Azóta még egy csomó mindent csináltunk, repültünk, repülőnap jöttünk, mentünk, de az... Hát, akkor lakás volt, kocsi volt. Lakás, kocsi. Gyémántok voltak a belépők között, emlékeztek az első száz nagyon súlyos volt. Emlékszem reggel, amikor mentem, így nem hittem el, hogy... Állt a sor a műjég előtt. Hihetetlen nagy sor volt. 8-10 ezer ember bent a műjégen. Úristen. Hihetetlen volt, igen. Ez a tömegrendezvény. Igen. Úgyhogy mehetünk. Jó, megnézzük. Ja, gondoltam, hogy én is kiviszem a gyereket valamelyik jégre. Csak az a baj, nem tudom neki megtanítani. Tehát Van tanítás? Nagyon aranyosan tanítanak, mi Csomával ott kezdtük, mert illetve én először, de hát van egy szülő iránti ellenállás minden gyerekben. Tehát ha te akarod megmutatni, az akkor csak ne, azért akkor se. Ne. Aztán persze látod, hogy csinálja, de volt egy kis durzískor, és akkor mondtam, hogy figyelj, csak akarsz a többiekkel tanulni, mert voltak ilyen ugyanilyen apró három gyerek, mondta, hogy persze igen, 600 forint egy óra tanítás, befizeted, odarakod, ott lehetsz mellettük, és van ilyen kocka, amit megfognak, azzal csúszik, feladatok vannak, és imádta Somi, és egy óra után figyelj, uskerázik körbe a pályán, hogy nem ér el utol. A kukkos is csak a hanyat vágódik? Hát én úgy vagyok vele, hogy meg kell tanulni. Akkor tegyél rá egyet. A bringás isakot. Igen, hanyat esik, tudod, paf, be a fejét, tudod. Ja. Bringás is. Ne legyél rock'n'roll apuka azért. Nem, én ezekben itt nagyon, tehát én önmagamat nem, de verenni. Csak ránéz a bringára, mondom, csak ránéztem, nem baj. Egyszerre csenjen. Tudod, nem, muszáj, igen. Ráteszed, és akkor vannak, akik abban nyomják egy bringás sapkát, ami bringás izét hozol, az pont jó. 600 forint egy óra alatt úgy meg fog tanulni egy gyerek, hogy nem éred utol. Tényleg? Nagyon vicces volt. Én, aki évek óta küzdök ezzel a 194-es magassága, hogy onnan esni azért nagyon rossz, gyerek meg megy félelemérzet nélkül. Tök jó. Menő. Jó, megnézem majd. Na, mutatjuk gyorsan, mi történt velünk pénteken. A pénteki adás legjobb pillanatait. Osztály Sándorról beszélgettünk, és az ő esetéről, akit hát nagyon kedvelünk, és egy igazi rock'n'roll arc, és az ember már nem jogkövető, és bűnt követel, és hibázik, akkor az csak így kell. Ugye, mert hogy Osztály Sándor elkapták az egyik bevásárlóközpontban, ittas vezetéssel, ő egyébként ezt pénteken nem is említettük, azt mondta, hogy egy rajongójával találkozott, és ő megkínálta alkohollal, és ezért megívott 6 deci viszkit. Ez már óriási duma. Majd bevitték az őrse kihallgatni. Úgy valójátlanság lett volna visszautasítani, nem? Hát még, ha még hárommal kínálta volna, de hát hatott. Teljesen reális, hogy éppen karambolozol valamelyik bevásárlóközpontban a betonfalra, és azt mondja, hogy rajongott, hogy ó, művész úr, én nagy rajongója vagyok. Elfogadna tőlem 6 deci viszkit? Hogyne? Meghívhatom valamire? Persze. Mire? Mondjuk 6 deci viszkit. De lehet, és csak itt a glúgy, és nem hagyta abba. Igen. Egyszer vett levegőt közben. Igen. És arról beszéltünk, hogy mekkora rock'n'roll arc, mert hogy ő FBI ügynöknek vallotta magát, szkanderozott az őrsön, és hát, és kacsingatott, mit csinált még? Szkanderozott. Fekvőtámaszt azért letolt, hogy lássák, hogy azért még a teljes ember formában van. Zseniális. Nem akartak elni, hogy FBI ügynök, akkor mondta, hogy jó, várjatok, és nyomott 50 fekvőt. És az volt a témánk, hogy
Ki mit csinált már úgy, hogy nem emlékezett rá, de meg elmondták neki másnap, hogy állítólag. A mondatok itt kellett, hogy kezdődjenek, hogy állítólag én bemásztam, fejest ugrottam, elvittem, táncra kértem, fogdostam, és minden olyan, amit az ember megcsinál úgy, hogy másnap erre nem emlékszik. Szóval ezzel foglalkoztunk pénteken. Ezeket a pillanatokat megmutatjuk, lehet jelentkezni játékra, mi pedig jövünk majd. A nap legjobb pillanata, és Ákos, hírei után. 7 óra lesz, pontosan 10 perc múlva. Hello mindenkinek. Itt vagyunk, drága hallgatóink, és nem vannak, nincsenek elhanyagolva azok, akik SMS-t írtak, csak sűrű volt a reggel, hát így hétvége után sok mindent meg kell beszélnünk, de nézzük gyorsan, hogy mit írnak, mit mondanak a hallgatóink. Hallottátok a Navot, aki megbírságolt egy Mikulás, nem adott számlát, beszélünk róla, lesz témánk, úgyhogy mindenféleképpen megemlítjük majd. Kérdezte egy hallgatóm. Aztán véres a torka a gyereknek, vagy fáj a torka, szerintetekbe vigyem oviba, kérdezi egy hallgató. Ne. Semmiképp, semmiképp. Ne, menjétek orvoshoz. Igen, meg hát megfertőzi a többit, rosszabbul lesz, a saját szenvedéseteket hosszabbítjátok. Meg lehet, hogy egy napot otthon marad, nem? Akkor jobban van, és utána tud menni. Jó, biztosra be. Beviszed, és igen. Budakeszi úti tűzoltóságnál baleset alakul, a dugó eszevi küldte nekünk, Balatonalmáriban a főúton, akaratja felé, menőket mérik, aztán azt nézem, hogy van-e még valami. Hallottátok, kirúgták a kamionost, aki ráhúzta migránsokra a szerelvényt. Így van. Ezt Békás Pisti hallottuk, mi is így van, hallottuk, hogy kirúgták, igen. Most a Magyaróvár van egy trafi. Ákosnál is benne volt a hírekben. Benne volt a hírekben, olvastuk, igen, ez már ugye hétvégén. Hétvégén megtörtént. Na, nézzük ki, hogy ki a játékosunk. Új hét, új remények, és új játékos, valakivel már is játszunk. A Verhetetlen Rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Hello, azt nézem, várjál. Attila, hello Attila! Sziasztok! Attila, honnan hívtál minket? Siófokról. Attila Siófokról. Nagyon jó. Nagyon jó. Kivel szeretnél játszani, Attila? Janival. Nagyon nem jó. Jól van. Ez nem jó hír. Nem jó. Miért Janit választottad? Miért Janit választottad? Nem tudom, nem tudom. Téged meg a Ferit utálom. Bármit elfogadunk, ez nem baj, bárki. Bárki választott bárkit, ezzel nincs baj, csak szoktam kérdezni, hogy miért az adott embert. De hogy nem volt különösebb oka, csak úgy fölkeltél, és azt mondod, hogy Janival játszol. Jó? Oké, na nézzük, mire mentek egymással. Jó, nézzük, indítjuk az órát, 3-2-1, tessék. Attila, Siófokon dolgozol, és ott is élsz? Persze, Siófok környékén. Siófoki vagy? Bőrik. Dehogy is, ne. Hogy? Ne, picit lejjebb. Lejjebb? Konkrétabban hol? Egy Ságvár nevű településsel lakom most jelenleg. Ságvár, nagyon jó. Siófokot azért szereted, gondolom. Hú, fogjuk rá. Fogjuk rá? Miért? Mi a gond vele? Kicsit meg kell dulamassá válni, mert... Most a nyáron voltam, marha jól éreztem magam. A főtéren... Voltál a Balatonon, gondolom. Parancsolsz? Voltál Balatonon. Persze. Fürdés benne. Most mondom. Hát a fürdés az most kinyomrat. Te szeretsz fürödni? Már úgy értve, hogy a Balatonban? Strandolós típus vagy? Idén kihagytam. Mi, voltál valahol külföldön? Dehogy is. Miből? Hát... Minden rá kellett. Figyelj, most erre mi a bűnös válasz? Fordultam karácsonyra. Már jó! Én bírtam ezt a játékot, de mindenki azon dolgozott, hogy becsapdázza a másikat. És nem volt igazi tüzelés, csak mindenki a másik háta mögé akart kerülni. Igen, hát, és ezáltal ilyen bozót harc alakult ki, hogy mindenki a háta mögé figyelt, miközben előre lőd, de nem lőd, de közben hátra lőd. Én szerettem ezt a játékot. Hát, jó volt. Kenteni a másikat. Igen. Kérdezéssel, alá kérdezéssel, mögé kérdezéssel. Mindenki védte a saját kis bástyáit, de közben megpróbált az ellenség háta mögé kerülni egy aljas kis bekérdezéssel. Ugye különös hangulatú kis játék volt. Szerettük. Megvan az ajándékcsomag. Köszönöm szépen. Attila, hát ami jár, az jár. Köszi szépen. Ügyes volt. Jó volt. Hát tényleg. Volt két fél, nem. Igen, volt egy baj, elharapott, nem. Igen, igyekeztem azért figyelni arra korán reggel, hogy nagy becsusszon. Igen, de kimondott nem, amiért nekünk óvunk kellene, az nem volt, úgyhogy mondjuk hallgatóinak, hogy ne írjátok meg, mi is hallottuk, de nem veszük el, mert nem mondtad ki teljesen. Küldjük az ajándékcsomagot, jó? Köszönöm szépen.
Most már lehet mondani, hogy meghitt békés, boldog áldott. Most már kezdjük el. Kezdjük el? Hát mégiscsak most már elmúlt Mikulás, és most már következő nagy ünnep a Kari, úgyhogy 7-e talán még lehet, hogy kicsit korai. De azért mondjuk boldog ünnepeket, jó? Köszi. Nektek is. Ciao. Hello. Szia. Hello. Nem, rájöttem, hogy a 7-e még nem mondjuk. Várjunk ezzel egy hetet. Aha. Ez még egy picit, nem, 7-et mondjuk, mire odaérünk, meg utáljuk. Hónap felétől más szerintem. Hónap felétől, igen, ez most még kicsit korai. 5 perc, pontosan 7 óra, vannak friss közlekedési híreink. A Békásmegyeri Csobánkatéri oldalán a Hév megállónál nagy baleset a gyalogos átkelőnél, teljes út zárva, mindenki vigyázzon. Akaratja felé menőket mérik Balaton Almádiban, valamint Budakeszi úton. A tűzoltóságnál baleset, alakul a dugó. Ezt Sevi küldte nekünk. 4 perc van, 7 óra, jövünk a hírek után. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni. Folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 7 óra után vagyunk pontosan 8 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, hétfő van, december 7-e, túl a Mikuláson. Mindenhol megjött, mindenkinél volt, rendben volt, megérkezett, volt, kapott tejet, kekszet, evett belőle, ne, lefetyelt, nem lefetyelt, krampuszok, minden volt? A krampuszok lefetyelés is volt, a gyerek is kapott, úgyhogy minden, persze, ez külön ajándék volt, minden a legnagyobb rendben volt, most éppen én jelenleg meg vagyok fenyítve, tehát hogy jelezték többször is nekem, hogy na, az nem az én csomagom, abból én nem ehetek, azok az ő csokjai, ő kapta, ő kapott Mikulásra csomagot, nem én. Hát aztán lefeküdt aludni. Ennyi. Ennyi. Mindig van a gyermek életében, persze, ez a kiszolgáltatott pillanat, amikor alszik, elveheted a játékát, megeheted a csokiát, leülhetsz mellé az ágyra, miközben már nem tud védekezni, mert alszik, és elmajszolhatod. Elmajszolhatod előtte. Leültem az ágya szélére, néztem, hogy alszik, és közben megettem a fél zacskó csokoládét. Igen, én sajnos tegnap kellett, hogy tudatosítsam, hogy a gyermekjártatlanság kezd elmúlni, és már régen nem akkora az áhítat, mint régen. És ezt nagyon sajnálom. Rájött. Nagyon sajnálom. Nem tud semmit, meg érdekli, de már érzem rajta, hogy ha jön, ha nem akkora baj. Már tudod. Ugye Noel pici, és a dedósok még örülnek, de ő már... A dedósok. Ő nem. Tehát, hogy... Kemény szavak ezek egy 6 évestől. És kidíszítottad a cipődet? Persze, és örülsz. Várod? Hát... Ha jön, ha nem. Tudod, tavaly még álltunk az ablakba, lestünk, nagyon vártunk. Na jó, hát már abból is lehetett látni, hogy ez neki nem lesz az igazi, vagy hogy már picit túl van ezen, hogy ugye Miskolc Tapolcán, és te ültél a télapon. Igen, beültem a Mikulás előtt. Örült, de már kevésbé azzal a nagy lendülettel és azzal az áhítattal, és ezt én úgy sajnálom, hogy úgy tudod, hát elkezdenek felnőni, és a kicsi, apró, naív gyerekekből egyszer csak majd ugye hát nagy érett, nagy kamaszok lesznek, és én ezt nagyon szeretem, ezt az állapotot, hogy még így ennyire hisz ezekben a dolgokban, de most már úgy éreztem rajta, hogy volt Alma koncerten tegnap a kongresszusi központ a nagyszülőkkel, és akkor ott is kicsit így bágyat volt, ült a hátsó ülésen, és mondta, hogy Benni, nézd, hát a lépcsőn már Mikulások várják a gyerekeket. Fölnézett, aha, és visszafeküdt. Tehát, hogy már nem tudod, már nem az, hogy úgy, úristen. Gondolja, jó oldalára, úristen, ott a Mikulás. Nem kellene törődnöd. El tudod engedni. Bennikém, nem, a jövőre én nem akarok, én szeretem. Ja, én szeretem, hogy ő gyerek. Más. Én szeretem, hogy ő gyerek, szeretem, hogy naív, szeretem, hogy ezekben hisz. Tehát én minden ilyet, én szerintem ez a legjobb kor a gyermekkor. Jó lesz majd a kamaszkor is, de amíg ilyen ártatlanul néz rád, és együtt nézitek, hogy a Jézuska éppen most repült ki az ablakon, és ő is látod, és látom, ott megy, tudod. Hát az elmúlik, és nem akarom, hogy elmúljon, és idén vettem észre először a gyereket, hogy már úgy, oké. Na jó, hát most akkor... Ha van, nincs. Na jó, nem jön. Felnőtt, nem baj, inkább kapcsolj focira. Kapcsolj focira, apa, tudod, és akkor focit nézik. Szóval, hogy igen. Cinikus, befásult, kiégett, 6 éves. Talán ezzel messzire mész. Hát a kettő között még remélem, hogy nem hiszek a Mikulásban, és a cinikus, befásult, kiégett, 6 éves között még azért van egyfajta árnyalatbeli különbség, de igen. Hát sajnos ez így van, hogy felnőnek, és egyszerűen egy idő után már... Azt mondja, majd ott a Noel, és akkor örül neki. Benyi, itt a Jézuska. Nézd meg, milyen csodálatos ajándékokat hozott neked. A Föld egy síralombölgy. Igen. És csak átutazók vagyunk. Mindannyian elpusztulunk úgy is. Igen. Nálunk nem jött meg a Mikulás, de ez a legszebb ajándék, írja valaki. Na. Miért ez a legszebb, ha nem jön?
Hát, miért utálhatja ennyire vajon? Miért? Nem, mert ez át kell fordítani szerintem, itt megkötött a gipsz. Igen, igen. Igen, szerintem ő arra gondolja. Balinak ehhez még... Balinak ehhez nagyon hétfő van. Igen. Nagyon hétfő. Itt arról lehet szó, hogy hölgy írta, és nagyon örül neki, hogy ugye a Mikulás, amit szoktak mondani, az nem jött meg, mert akkor így viszont gyermek áldás elé néznek. Én így fordítanám. Aha, érted? Hát jogos, abszolút. Na, azt nézzük, hogy mi a helyzet az utakon. Baleset van Pomász-Pili-Szentkereszt között, az Esztergomon vezető úton, mentők, tűzoltók, rendőrök a helyszínen, félpályás utcára. Jóci küldte nekünk, Sárán, de után Derecske felé autó tető az árokban. Zsolti, 21-es út, Pásztónál trafi, 70 km/h, oda-vissza mindenki vigyázzon. És igen, lassú haladás. A Budakeszi úton. Azt mondja, Feri, Bari elsiklott a napon, amelyiken elhagyja a koronáját. Most kisiklottál? Hogy én. Uh-huh. Jó. Nem tudom, hogy mi van. Bari elsiklott a napon, hát még nem kell korona. A korona, nem, hajkoronád. Nem, itt van egy kis tévedés. Nem siklott, dehogy is. Hát még beszélünk róla bőven, Ferinek még mindig van. Még mindig van 2 hete arra, hogy rágyújtsam. Én várom a javaslatokat és a kisebb ajándékokat, hogy mivel tudsz rávenni, hogy rágyújtsak. Ja, hogy rágyújtson, de még nem siklottunk el, olyannyira nem, hogy a nagy hajvágás december 22. 22-23, ezt majd még eldöntjük, kitaláljuk. 23-a az retro nap, tehát lehet, hogy már 22-ig. Azt ne roncsuk el ezzel. Tehát december 22-én történik a fogadásnak a lezárása, ami arról, hogy vagy Feri rágyújt, és akkor én nem tudom, mit kapok, vagy Feri nem gyújt rá, de ez a valószínűbb, és akkor viszont hajat vágok. Fél lábon is. Én szerintem az a baj, hogy ez most egy javaslat, egy ajánlat, amivel érted. Egy szabad szemmel látható összeg. Hát vagy valami, hogy tudunk mi menni nyaralni a családommal, érted? Szerettek ti télből nyárba elmenni, nincs azzal baj. Bírjátok ti a meleget, nem? Persze. Nézd, februárban azért ki lehet ütni ebből a jeges februárból 1-2 hetet. De szép, nem? Az, persze. A falvány formájában is tudjuk fogadni. A kessistát vesszük. Hát ki tudja, hát alá vagy fölé tudsz ígérni. Van egy személyiségfejlesztő tanfolyam 3 nap, január végén. És bejelentkeztem rá, nagyon jó kis tanfolyam, péntek, szombat, vasárnap. És visszamondtam a jelentkezést, mert rájöttem, hogy kopasz leszek, és nem akarok elmenni. Ja. Péntek, szóval most 3 nap. Nem, rájöttem, hogy ott leszünk 800-an ezen, és mondtam, nem. Ezt kopaszon nem akarom átélni. Más kérdés, hogy egyébként hogy fog kimenni, érted? Vagy élni fél évig kopaszon, nem, most mondtam, hogy nem. Pedig jó volt az időpont, végre el tudok menni, nincs forgatás. Péntek, szóval most rájöttem, úristen, nekem akkor pont. Ez az első lépés a személyiségfejlesztésedben. Hogy kopaszon oda mersz menni. Ja, ez már a próba. Hát persze. Ez már a próbatétel. A Jóisten azért rendelkezett így, hogy ez pont januárban van, amikor te ráérsz lehetőséget. Volt időszak van a tévézésben, bejelentkeztem, de mondom, megyek, vagy. Péntek, szombat, vasárnap, 3 nap, január vége, ott a helyem. Nagyon régóta el akarok menni erre a tanfolyamra. És nem, visszavontam. Mondtam, törlés. Regisztráció törlése. Azonnal, megbarátkozom. Meglátjuk. Mi lesz 23-án, 22-én? Ez szerintem jól fog állni. Nem, az a baj nem, Feli. Az a baj nem. Ha menő vagy, viszont rágyújtasz utána. Ha igazán mennybe akarsz menni, és igazán rekendról arc akarsz lenni, akkor ott abban a pillanatban, hogy az utolsó hajtincs elérte a padlót, fogsz egy rohadt nagy cigarettát, és itt a stúdióban egy brutál cipónygyújtót. Laci, lesz nálunk ilyesmi? Ég a tűz! Hátradőlsz, és azt kezd Bali. Bali, ez a slukka, vagyok. Annyira vártam ezt a slukkot. De már mikor kopasz vagyok, ha megmered csinálni. Hát a terv szóval az akkor kemény vagy, akkor azt mondom, hogy na jó, ezért megérte. És mindenki más is gyújtson majd rá, igen. Aki a hatásodra szokott le. Nem, senki ne gyújtson rá. Hétvégén is beszéltem egy emberrel, na. Egyébként tök érdekes volt a futó akción, ahol voltunk a Janival, volt egy, odajött hozzám egy férfi, aki azt mondta, hogy akkor kezdett el futni, amikor én 2 évvel ezelőtt itt ugye cirkuszoltunk, hogy milyen világ van, hogy már én futok az alkalmazással, ő is elkezdett, ő azóta futott 4 maratont, azt hiszem, és ő is így kezdte ilyen 120 kilósan, úgyhogy neki nagyon bejött, és most van egy ember, aki meg akkor tette le a cigit, amikor én szeptember 20-án. És azóta veled együtt? És azóta velem együtt, így van, ő se gyújtott rá, de nem javaslom, hogy akkor, hát már ideig kibírtuk, már ne gyújtsunk rá. Én egy ilyen tréfacigim gondolkoztam, amikor meg lesz az akció. Legalább cigirágodj, cigirágodj, gyújtsál meg, valami legyen.
Most ettől nem szoknál vissza, nem? Tehát hát ettől vissza szoknál? Először nagyon rosszul leszel, állítólag az van ilyenkor, mikor két-három hát kell gondolni, de a kiürült, szép, tiszta tüdődbe megint belemegy a füst, hát az igen, az vétek, igen. Vétek lenne. Olyankor az szokott lenni, hogy nem hiszed el, hogy te ettől rosszul vagy, és elkezded erőltetni. Hogy na még egyet, hát biztos jó fog ez esni, és mire jó lesik, addigra pont visszaszoktál. Aha. És hogy majd látjuk. De a kis tréfa karácsony előtt az azért ezt megérné. Nagyon. Na, figyelj, ha kemény vagy, megcsinálod. Te ne legyél puha, akkor már tényleg. Te tedd föl az íra a pontot, így, ha már elvesztettem. Elvesztettem a fogadást, hogy milyen pillanat ötlet volt ez tőlem, tehát ez hogy tudtam én ezt így? Én sem értem. Nem, valószínű, az volt bennem tényleg, hogy annyiszor próbáltad már, és sose sikerült, hogy miért pont most. Miért pont most? Egy szürke hétfő, egy nyomasztó szerda, és akkor így jött így az ötlet, így a semmiből. Most ezt valamivel meg kell pörgetni. Legyen a hajam. Ledobok egy lapot. Igen, toljuk le anyunkat. Jó, még van két hét. Hosszú az még. Bármi megtörtént. Nyugi, Bari, majd egy kézzel tudsz tapsolni, írja valaki. Hogy jön ez ide, hogy egy kézzel? A kopasz fejedre. Jó! Mert most ennek most nincs hangja valójában. Jó, teljesen kopasz nem leszek. Még egyszer mondom, azt nagyon sokszor mondtam, hogy nem tar kopaszra. Hiszen a melleden maradsz őr. A mellemben a hónom alatt, igen. Tehát nem arról van szó, hogy borotvával végigmegyünk. Jó, most hány centi? Hanem beállítjuk a nullás gépet 3 centire. Nem már! Tudod, minden héten megy egy percet. Na jó, akkor 4. Tényleg sok áram? Ó, értem. Legyen 4. Igazatok van. Tényleg kevés áram. Úgy kopasz leszel, aztán lett fél centi, egy centi, most meg már 3. Egy. Tartom az egyet. Abból nem átrálok ki. Egynél lejjebb nem megyek. Egy. De följebb, igen. Följebb, nagyon szívesen. Egy-egy-kettő. Egy oldalt, egy hátul. Igen, följebb nem, de az egy centit azt vállaljuk. Na. Gyorsan még egy-két SMS, mit írnak a hallgatóink? Sajnos nálam nem járt a Mikulás, mert rossz voltam, csúnyán viselkedtem a szerelmem, és elveszítettem, akit a legjobban szerettem. Nem kérnék más, csak őt, de szép. Hát, ugye az ember elkövet valamit. Igen, Valás, vegyél a Ferének egy új alfát, és marad a hajad. Miért kéne? Nem kell, jó ez nekem. Ti beállítanék egy 0 kilométerre, hogy elintézném, hogy kapjál egyet örökbe? Hát az újból, a Giulia. Giulia? A Giulia, a nagyból. Giulia, ki? Csak az olaszok tudnak adni egy autónak, hogy Giulia. Hát már volt neki ilyen, ugye ez már egy régebbi modell, illetve... De ez melyik a 156-os, ez mi? Ez a 166-os, a régi 166-os, a nagyon nagy autójuk, most nincsen, és a Giulia azt csinálja. A Giulia, most nézem. A Giulia, az 24M a csúcs modell belőle, és az nagyon komolyan odaver mindenkinek. Most hát, ha gondolkozol, akkor... Ezt most mutatták be, olvasom, most mutatták be egy Frankfurtban, de még egy évet várnod kell rá. Egy évet várnod addigra kell. Addigra meg visszanő a hajad is. És utána nem kapod meg. Megígérem neked, de utána nem kapod meg. Igen. De egyébként tényleg szép. Tényleg szép. Ez egy... ez veszettül néz ki. Ez a csúcsmodell az elég jókat tud. A négy ajtós. Ez a 166-osnak megfelelő? Ez, igen. Aha. Ez a, nekem volt 166-osom. Régen imádtam, nagy volt, szép volt, gyönyörű volt, aztán ezt nem csináltak, és akkor most Giulia néven jön vissza. 510 lóerős. Csúcsmodell. Hát csak azért, hogyha véletlenül... Na, ennyit nem ér a hajam, gyerekek. Fél év alatt visszanő, azért ennyit nem ér a rohadt életbe. Biztos akkor van inkább, belőle olcsóbb. Akkor inkább a kopasság, igen. Az Alfa Romeo kívánatos blöffje. Hogy? Hát csak ott olvasom a cikk-cikknek. Ja, hát valami ízősebesült hülye újságíró nyilván. Valami fogalmatlan barom. Valami alfa írít szerencsétlen. Valami hülyevel írt valami hozzá. Hagyjad már, nyilván szízével jár valami. Nem zakkad. Nem ért hozzá. Nem tudja, hogy mi a jó. A szép. De egyértelműen, hogy ott úgyse fognak egyik autóról. Aki Merci rajongó, az nem szereti a BMW-t, aki BMW rajongó, az utálja az Audit, aki olasz autórajongó, az soha nem fog jót írni egy német autóról, mert ő az olasz autókban hisz. Én leginkább a német autókban hiszek, tehát hogy ennek ellenére nem azzal járok. Hát ugye. De hát egy kalandvágyból. Én egy kalandor vagyok. Én egy kalandor vagyok. Miért járnék olyan autóval, amit szeretek, és amiben megbízom, és amit jónak gondolok? Dehogy is. Olyan, mindenki tud járni. Könnyűen. Évek óta járok vele. Cseréljük le. Könnyű olyan autóval járni, amit szeret, és amiben hiszel. Járj olyan autóval, amiben egyáltalán nem hiszel. Szeretem a szervizek hangulatát. Azt az összehasonlítatlan hangulatot, azt az illatot, a srácokat, hogy dumálgatunk, az aggódó arcokat. Olyan rég volt már. Az izgulásomra, hogy beülök, és aggódom, hogy elindul-e. Imádom a német autókat, ezért járok angol autóval. Bárki tud olyan autóval járni, amit szeret. Nézd meg a Ferit. Nem unalmas azzal járni, amit szeret. Minden reggel úgy beülni az autóba, hogy tudod, hogy beindul. Hát ez most érted, kinek kell? Ez kiszámíthatóság. Igen. Na, ha már autó,
gondolkoztam Viki karácsony ajándékem, és... Egy új autó. Á, fenékez. Nem automániás. Nem automániás. Nem, meg új autót nem szabad venni. Az piros lámpánál, az első piros lámpánál egy negyedet buktál. Bekapcsoltad a biztonsági övet a szalomba, és 20%-ot buktál, vagy kiurultál az első piros lámpáig, tehát nem szabad. Az már tényleg csak akkor, ha nem számít, főleg a nagyobb autóról van szó. De gondolkoztam rajta, hogy... Nem gondolkodom, igen, karácsonyi ajándékám. Aztán elsegettem a gondolatot, és rájöttem, hogy inkább magam lettem meg. Inkább megveszem az új Q7-es magam, rá sokkal jobban tetszik. Meg az a legnagyobb boldogság, ha engem boldognak. Hát milyen feleség az, aki nem akarja igazán biztonságban látni a férjét, nem? Hát, most üljek egy rossz autóba, nem? Mivel tudom boldoggá tenni a családomat karácsonykor? Ha vigyázol magadra. Ha boldognak azt látnak engem. Így van. Egy széles mosolyod az arcodon. Hogy tudom magamat boldoggá tenni? Egy új autóval. Nézzétek. Nézd, Benni, milyen boldog apa. Te is a régi játékaiddal. Ugye, hogy neked is milyen szép a karácsony, hogy apád nem vett meg ma már kétszer, annyira örül az új autójára? Na látod, hát akkor örüljetek annak, hogy én boldog vagyok. Nem ezen gondolkozom, hogy el kell, hogy lopjam az autóját. A Vikinek? Nagyon jó ötlet. De miért? De most miért mondom el? De miért? Most témát csinálok, és utána nem tudom, nem... Aha. Mi lesz a karácsonyi ajándék? Át kell konvertálni. Na most, hogy előtted az ötletet. Most tudom, hogy nem hal. Igen? Tudom, hogy nem hal. Ellopatod az autóját, és utána visszaszerzed, mint hős. Hogy mi a terv? Egyébként nem rossz. Viki, én érted. Hagyd majd én, visszaszerzed. Ne hidd a rendőrséget. Nem kellenek ide azok a nyomozók, akik a profik. És majd rendszám alapján. Így van, majd én. Én tudom, hol lehet. Nem, arra gondoltam, hogy nagyon fázós, és ezért egy decemberi alkonyon ellopom az autóját, és teszek bele ilyen, nincs benne, ilyen utólagos, ilyen állófűtés, tudod, amivel itt ilyen kis kályhát szerelnek bele, egy hősugárzót, és akkor megnyomsz egy gombot, és meleg lesz az autóban. Aha. Egy kis kályhát. Egy kis kályhát raknak, igen. Klasszik villanyrezsó. Lopátolják a szelet, vagy a szenet. Egy ilyen hordozható villanyrezsó. Nem olyan drága egyébként. Én is tudok adni. Ebben ne investálj. Beüregél a kocsiba, és süt rajta egy rántot. Tehát ilyen kis két kerámia lapos. Abszolút jó. Meleget csinál. Igen. Van benne egy ilyen forró kis csavart fűtőszál, azt kész. Kicsit porszaga van. Nem csak, de régi szép emlékek jutottak eszembe. És arra gondoltam, hogy hátulról teszem be. Ez miért kell ellopni a kocsit? Nem, azért kell ellopni a kocsit, mert bele akarok rakatni neki egy ilyen utólagos állófűtést. Rájöttem, hogy nem nagyon szeretem ezeket az utólag beépített ilyen összeeszkábált dolgokat, mert egy kicsit olyan, mint amikor régen neked volt egy kicsit gyengébb autód, amit elvittél tuningolni. Na és erre akartam kiukadni, hogy biztos sok olyan hallgatónk van, sok olyan hallgatónk volt a múltban, aki valamilyen úton módon megpróbálta felturbozni a saját autóját, ugyanis megnéztem, hogy vannak ilyen utólag beépíthető állófűtések. Betolod egy ilyen kis tuning műhelybe, és ott beépítik neked ezt a kályhát. Igen. És meleg lesz az autóban az neki, anyós, hogy ne fázzon. Az anyós ülés rovására. Jól minden lehet egyszerre. Annyi friss fának kell bent lenni egy újtósnak, egy gyűjtónak. Német briketnek, egy kis háztartási koksznak. Minden reggel meggyújtom neki a garázsba, és abszolút meleg lesz. Csak aztán mondom, eszembe jutott, hogy nem nagyon szeretem én ezeket az utólag feltuningolt, ilyen beépített, nem tudom milyen dolgokat, tehát úgy, ahogy kijött a gyárból, az jó. De régen egy kicsit mindenki tuningolt a saját autóján. És ebből akartam én témát csinálni, hogy amikor volt egy Ladád, volt egy Skodád, volt egy Trabid, vagy akár ha most van autód, amit tuningoltál, milyen bűnt követel az ember a saját autója ellen, hogy egy kicsit nagyobbat tudjon vele dobbantani, jobban nézzen ki. Régi optikai tuningokról akartam beszélgetni, és arról, hogy milyen idézőjeles csalásokat lehetett elkövetni, hogy a te autód modernebb legyen. Ilyet régen mindenki csinált, ma már ez nem annyira divat. Hát ma már nem annyira csinálják, divat. Ma már profin csinálják. Igen, a persze. A régi az volt, hogy például a Ladáknál tudtál olyan kerékjárat szélesítést csinálni, ugye a négy kerék fölé, ahol popszegeccsel volt. Ráhúzva a műanyag elem, ami ugye úgy egy ilyen szélesítés volt a négy keréknél, de láttad, hogy ezt a valaki utólag ilyen popszegeccsel húzatta rá ezt a vackot, úgyhogy akkor az volt, de ma már vannak jók. Ma már vannak jók, igen, például amit én nagyon szerettem régen, az volt, amikor ilyen neon világítást tettek alulra, rettenetesen prostó volt. Őrjú volt. Azt idézőjelesen szerettem látni, amikor elment valaki egy ilyen autó, lila egyes Golf, Árpád hídon kiló 20-szal kettesbe végig, és alul megvilágítva, ugye, az autó alatt a beton, ilyen, mint a neonzöld, vagy lilával megvilágítva. Se értelme, se célja, se funkciója, semmi nem volt.
Hát dögös volt. Te jó, de és most... az a gyújtással együtt indult, vagy pedig volt egy külön kapcsolat? Bekapcsoltak, és akkor... És akkor mint egy neoncső. Figyelj, régen jobbnak kellett eladnod az autódat, mint amilyen volt valójában. Skodád volt, Ladád volt, kis Polszkid volt, tényleg bármilyen autód volt, azon kicsit mindenki tuningolt. Vagy legalábbis megpróbáltál valami optikai tuningot rátenni, ha nem tudtál motorilag valamit tuningolni. Hát aztán azt is meg lehetett persze, hogy kiütötted, meg chip tuning, meg hát annyi minden volt. Hát a Ladáknál még nem volt. Ladáknál az még nem volt, persze. Most divat, és ami egyébként most a csúcs, azt láttam, hogy az ilyen modern gépjárműeknél úgy van, hogy kinyitod az ajtót, akkor az ajtó alulról lefelé világít, hogy te lásd, hogy belelépsz a tócsába, vagy nem. Hát de jó. De várjál. Nekem volt olyan autóm, ami a márkajelzés levetítette a betonra. Ne! De. Én azt most láttam, az nem új. Nem, Feri, ez egy nagyon régi dolog, de... Én most láttam, hogy egy taxival mentem, kinyitotta a csávó, és a Skoda jele... És megvillant a Trabia. És a Skoda jele, egy szuper volt. Egy Skoda Superbel mentünk. Van egy pici égő, és hogy kinyitod az ajtót... Skoda. Igen. Nekem volt olyan autóm, állattam, nem szerettem, hogy a tükörben, amikor megnyomtad, hogy te hogy keresed az autódat, akkor fölkapcsolt a fényszert, és a tükörből magának a márkának a nevét levilágította a betonra. Ez, a márka jelet, a Skoda ízi ezt az őt, sast, vagy mi semmi az értelme. Is, semmi értelme. De és most már láttam, hogy a Merjo jelet is csinál, tehát kinyitod az ajtót, és levilágítja igen. A föld. Hallottad, hogy vannak már olyan autók, amiben van ülésfüggő? Beszarok. Ne. Hallottad, hogy az elmúlt 20 évben raktak klímát az autóba? Minek? Letekered az ablakot, ha meleged van. Mit szólsz az elektromos ablakevelőhöz? Hülyeség teljesen, csak egy újabb meghibásodási pont. Tele van már elektronikával, mi a francnak? Én azt hittem, hogy ez tök új. Ez egy-két éves dolog, ez nem annyira régi. Belekéred hülye extra, belekéred, hogy megvilágítsa, levilágítsa, belekéred 100 ezer forintért. Az autóba is sem értem. De király. De jó. És becsukod az ajtót. Semmi. De semmi értelme. Ez azért jó, mert ha ezen egyszer átmész, akkor legközelebb autót veszem, már nem kéred bele. Tehát ez fejlődési folyamat, hogy az ember először minden, ha lehet és megvan a lehetőség. Nem érsz, hogy kérsz, aztán már. De jó. Aztán már nem. Jó, de azért nem menjünk el mondjuk a legegyszerűbb optikai tuning mellett, a matrica mellett sem. Nekem a legnagyobb kedvencem, amit valaha láttam, ever and ever, az, amikor egy Swiftnek az oldalán láttam lángnyelveket felragasztva, úgy, hogy a lángnyelvek előrefele néztek. Jézus úr! Valószínűleg tolhatásban lehet rendszeresen jó. Igen, hát, és nagyon jó a Suzuki-t említem, mert a Suzuki-kat még a mai napig széttuningolják. Tehát vannak tényleg Swiftek, Suzuki-k, a Vitarák, amiket széttuningolnak még mindig. És látod, hogy többet ér rajta a tuning, mint amennyit valójában az autó ér. Igen. A spoiler, a hátsó szár. Mondjuk ezek a régiekre volt jellemző alapvetően. És oda a kis Swift volt, de egy gyönyörű állapotban látszik. A hülye. Nagyon vigyáznak rá, és a lángnyelvek előre. Hát lehet, hogy hátszélben ment az autó, nem? Igen. Tehát olyan gyorsan ment, hogy egy ilyen hátszelet zsinált maga mögött, és az előre fújta a lángokat. Na, drága hallgató, írjátok meg nekünk a régi szép időkre való tekintettel, hogy ki hogy tuningolta, vagy most még tuningolja az autóját, mert azért használtunk jelen időt, kezd azért ez kimenni a divatból, tényleg a neonzöld, neonkék, spoilerek, fényezések felnik, de mégis tényleg, amikor még alufelnére nem volt pénzed, de rátettél egy olyan dísztárcsát, ami úgy nézett ki, mintha pörögne az alufelné, és közelről láttad, hogy dísztárcsa, és brutálisan nézett ki, és 600 forintot ért a matricák, a spoilerek, ültetések, az emelések. Ki hogy próbált egy kicsit felturbozni a régi Honda CRX-ét? Emlékeztek a kocka CRX-re, meg a 406-os Peugeot kupékat nagyon sokat tuningolták. Volt egy-két jó. De azokat talán volt értelme. Opel Mantákat, hát a széttuningolták őket. Hát azt mondják, hogy az egy életérzés, ez a Mantásklub még mindig van. Mantásklub? Tényleg? Igen? De nekem is szar, neked is szar, tartsunk össze, ez arról szól? Nem tudom. Opel Manta egyébként, az Ammantát régen nagyon szerettem. Tehát volt idő, amikor azt gondoltad, hogy úristen, hát ha lenne egy Opel Mantád, akkor mekkora király lenne. Jó, oké, hogy próbálta tuningolni az autóját, írjátok meg nekünk. Mm-hmm. Fontos, hogy milyen autó, azt ne felejtsétek el, hogy Lada, Suzuki, Skoda 120L, mi volt az áldozat? Jó? Küldjétek el nekünk. Óvatosan fogalmazzuk meg a kritikákat, vagy pedig a kis cinkeléseket, mert dübörög a magyar Opel Manta klub. Igen, tényleg? Igen, hogy feldődött mantások álljanak a stúdió előtt. Felvonulnak a legközelebbi kitelepülésünkre. A legfrissebb bejegyzés december 5-ei. Tehát mit írtak? Lerobbantam, segítsetek? Én bírom az ilyen autós találkozókat. Nagyon jó arcok. Jó arcok, persze. 7:30 pontosan, 2 percre küldjetek SMS-eket. Jó, mi pedig jövünk Ákos hírei után.
3:48 lesz, 4 perc, hello mindenkinek, drága hallgatók, itt vagyunk, és régi szép időkről beszélgettünk, amikor az ember még jónak gondolta, egy kicsit feltuningolja a Hondáját, a Mantáját, a Swiftjét, a Ladáját, és villant egyet a haverok és a barátnők előtt, mert ugye arról beszélgettünk, hogy milyen, amikor az ember utólag beépít valamit az autójába. Én gondolkozom azon, hogy Vikit meglepem egy ilyennel. Nem nagyon hiszek az utólag beszerelt dolgokban, nem is nagyon szeretem, de lehet, hogy ez jó egyébként tényleg. Hogy a csajok fázósak, na, hát az van, hogy nem szeretik a hideget. Ugye, hát mi nem nagyon használjuk, a garázs pedig van, és gondoltam, hogy akkor Vikinek beépítünk karácsonyra egy ilyen állófűtést, hadd örüljön, ne kelljen fáznia, és innen indult a témánk, ugye, hogy ki mivel tuningolta már a saját autóját, hát régen nem ilyen flancos dolgokat tettél bele, mint állófűtés, hanem tényleg teniszlabda, meg nagyobb felni, meg csillagküllő, meg nem tudom. És hát rengeteg SMS. De miért nem csinálod azt, bocsánat, hogy itt vannak ezek a kis Klassz FM-es kis melegítő csillagok, érted? Mindig, amikor Viki megy valahova, osztogatok őket, persze, egy 3-4 megpattint, azt bedobod az ülésre alá, aztán jó, meg is vagy vele. Igen, mindig mikor vagy, mikor ráül kettétől egyet, és akkor utána megvagyunk, igen. Na, nézzük, mit írnak a hallgatóink, hogy ki mivel tuningolta optikailag, motorilag a saját autóját, és az hát mennyire érte meg. Nekem a Ladám kipufogójába a kukoricadarálóból kiszedett szűrő volt beszorítva, és ettől fütyült az autó. Ja, mint a turbós. Mint a turbó, így van, az fütyült. Hát az reális volt egyébként, hogy Ladába turbó van, de az abszolút jó volt. Tényleg, a kukoricadarálóban, mert ugye annak különböző méretű szűrői voltak, attól függően, hogy milyen szemcse finomságú darát szerettél volna készíteni. Hú, de okos. Igen. Az E30-as piros BMW tuning, ültetés, sportkipufogó, sportkormány, üvegfóliázás, és a lényeg az M. Hát igen, az MS, ugye? Mert hát az MS? Az egy ilyen tuning csomag tulajdonképpen, hogy M-paketes egy autó, az ugye, az hiszem, nem tudom, hogy ez motortuningot is jelent, de optikailag biztos, hogy a BMW-nél az M csomag az egyfajta tuning csomag. Az a Mercedes, az a Brabus. M betűt vetted meg, tehát a csomag persze, nem hát volt. Valójában igazi csomagot te nem vettél rá, hanem megvetted magát az M betűt, és akkor az egy ilyen tuningolt BMW-t jelent tulajdonképpen. Az exem anno Trabit tuningolta, ülésfűtés, automata ablak, meg volt ültetve, spoilerezve. Azért ezt elemezzük, hogy elektromos ablakat, Trabiba, ülésfűtés, automata ablak, azért mennyit kellett rá költeni? Mennyit költöttél rá? Anyukámat mindig kézifékezve, megpörgetve vitte télen. Évi küldte nekünk. Síp a kipuffogóban. Bármilyen autónál, de főleg Trabiban volt a király. Mit célszolgált? Az egy ilyen hangtuning volt? Hát ez a turbó. Vagy a turbó? Turbó, persze. Senki nem gondolta, hogy a Trabantban turbó van. Na, de az nem tudom. Ez érzésre megvolt. Lehet, hogy gyorsabban ment tőle, nem tudom. Engem. Skoda 120, 14-es felnivel, Renault ülések. Hoppácska! Új, de szép volt! Renault üléssel, megvan ez? 5 sebességes Lada váltóval, a legjobb autóm volt. Utólag is, köszi apu. Jók vagytuk, SMS-ben kaptuk, köszönjük szépen. Trabi 601 türkiszkék limuzin. Fater lecserélte a diagonál gumikat radiára. Sokkal jobban ment ettől. Igen, kis finomság. Ja, Istenem, Lada 2107, hófehér, vágott, rugók, ültetés miatt sötétített ablak, a forgatott, szélesített Lada felni, heggesztett divi. Meg mekkora szakszavak ezek, úristen. Láttam Skoda 120L-t az elején brutális légbeömlővel. Te basszus, a Skoda farmotoros. Balú kapitány ír nekünk, de ugye? Jó. A Skodában az volt a jó nekünk, volt 120 L-ünk volt nekünk is. Az L az ugye valahogy longot vagy a luxust jelentette. Hát luxus, ugye? Szerintem ugye? Luxus. 120 L. Mi akkor a Bogdáni út környékén laktunk, mire az Árpád-hídhoz értél, felforrt a vize. Aha. Tehát nem tudtál úgy, én nem tudtam eljutni az Árpád-hídtól úgy a Margit-hídig, hogy már kétszer ne kelljen félreállnom valahol. Mert, és figyelted a hőmérőt, mert fölfort a víz, álljunk meg. De nem az, hogy mit elérted a határt, leértél Baratonra. Nem. A Margit hídnál nagyjából a rakparton felfort a vized. Na azt jó. A Skoda üzemszerűen tudta. Na jó, de üzemszerűen. Addig hány elismerő pillantást bezsebelhetél az el a szimpla Skodásoktól. És tudod, hogy szerettem kis pocikból átülni Skodába? Anyámiknak Skodája volt. Hát más, az életcsászára voltál. Rúgos ülések voltak a Skodában, 120 magasabban ültél kicsit, mert vagy olyan volt az ülés, emlékszel, hogy kicsit úgy érezted, hogy magasabban ülsz, láttad a kocsi elejét. És kis poszki, mert minden magasabban ülsz.
az úton vagyok, mindenki menjen innen. Jövök. 120-szel. És akkor rakparton félreállsz, mert fölfort a vizet. Gyönyörű. Hát ezek gyönyörű történetek. Néztek mi? Parasztok. Ugye? Menő. Ugye? Hát, csak megállok egy kicsit pihenni. Olcsó János. Tudod, márciusban 10 fok, de te már letekert ablakkal, akik kitett könnyökkel mentél, mert már nagyon menő voltál. És akkor a 120. A bal könnyököt, konkrétan ilyen nem tudom mozgatni a könyökömet, annyira fáj. Tehát szóval akkor így kellett vele menni. A férjem Dacia alá körülbelül 80-as micsoda körcsövet tett kipuffogó gyanánt, ezt végig a hátsó lökhárító alatt vezette el. A hangjától mindenki szívinfarktus kapott, ha adott egy gázfröccsöt a piros lámpánál. Nani küldte nekünk. Ford Escort 1.8D. Opa! Teszem hozzá, gyönyörű kék színek voltak általában. Escort 1.8D. Csodálatos. Felrakadtam rá egy hatalmas VRC szárnyat. Fehérvári Buenzing úton mellém állt a rendőrség elfogó TT Audi, és fogták a hasukat a röhögéstől. Rommá oltottak, nagyon ciki volt. Úristen, tényleg ezek a hátsó VRC szárnyak. Ezek a hátsó szárnyak, amikor ezeket így felraktad. Még a Subaru Imprézán sem néz ki jól. Én utálok mindenféle hátsó szárnyat. De amikor tényleg ráraktad egy ilyen 1.8D-re... Tudjuk, hogy teljesen fölösleges, semmit nem segített rajta. Igen. Semmi nem állt olyan jól az egy darab ezüst Dodge Cheek, mint a kis Polszkimnak. 1002-es Lada koppány kipuffogó sportkormány, 1005-ös Lada műszerfal, kifordított BMW felni, Sirocco első ülések. Nagyon raj volt. Gábor küldte nekünk. Ó, de szép mondatok ezek, igen. Azt mondja, hogy én a 120 LS Skodámra vettem egy zöld szikszalagot, és a gépháztetőt, csomagtartót és a tetejét áthúztam vele háromszor. Hát, olyan mutatós volt a három csíkben. Azt elhiszem. Zolika küldte nekünk. Van egy hallgatónk, és halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello, na te mit tuningoltál? Szia, én Patkós Balázs vagyok. Szia, szia! Igen, itt vagyunk. Igen, lehet, hogy most sokan felsikoltottak, mert éreztem, hogy tartottál egy 4 másodperces hatásszünetet a neved után. Igen. Hát, vártam, hogy mi is bemutatkozunk. Rákóczi Eszter és Sebestyén Balázs Vadolyán. Gondolom, azon szubkultúrának, ahol te tevékenykedsz, ez mond valamit, de nekünk kevesebbet. Segíts, Léci Balázs! Mondjátok, mi lenne szükségetek? Mi nem tiszta? Ja, hogy mi nem tiszta. Ja, hát, hogy kérdezzük. Hallgatom a műsort egy jó ideje. Picit azt látok, hogy szakértőként majd te osztasz meg, mert igen, majd hát néhány klasszikus tuning tippet, trükköt. Igen, tehát a hallgatóink szoktak bejelentkezés elmondani egy történetet, nem mi szoktunk a hallgatóknak mesélni. Hogy mit mesélnél, vagy mit mondanál? Hát a legelső gond igazából az, hogy ugye a hatóságok ráfeküdtek erre a dologra elég kőkeményen, és amit itt elhangzott, az gyakorlatilag az minden szabály ellenes. Tehát nem úgy működik, mint külföldön, hogy megveszed a terméket, és akkor beérek a forgalmi engedélybe, hanem itt sajnos ezekkel jogszabály nincsen. Tehát gyakorlatilag minimális dolgot lehet az autón átalakítani, és ezzel gyakorlatilag a forgalomban részt venni úgy, hogy az mindenféle vizsgál rendőrnek megfeleljen. Tehát dupla koppány kipufogót nem tettek a Ladámra csak úgy? De most már vannak olyan, pont a kibufogóban van egy magyar termék, ami konkrétan műbizonyos, és ez műszaki vizsgálatot kezdve mindenhol megfelel mindennek. De gyakorlatilag ez iszonyat ritka az a termék, ami tényleg nyugodt szívvel, úgy nekünk kötelességünk elmondani, hogy mi az, amiért gond van, gond lehet, vagy pedig nyugodtan mehet az autóval az ember. Oké, ez van most, de minket most alapvetően az érdekel, hogy mi volt régen, tehát hogy a klasszikus, régi, jól bevált, már egy picit már mostanság cikinek tűnő tuningokról beszélgetünk éppen. Hát igazából beszéltetek erről a neonszetről, meg a világítószerűen sapkáról, mondjuk voltak ebben még konkrétan keményebb verzió is, például a álféktárcsa, a hátsó dobfékes autóra. Elő mondjuk egy 260 mm átmérő féktárcsa van, hátul pedig egy 320 mm-es egy ilyen, hát mint a CD diszk konkrétan átjuggatva, azt elhették az autóra, és ugye hátul álféktárcsa néven üzemelt a dolog. Tehát igazából olyan sok minden volt, meg van is ilyen pillanatban, már ezek ugye elkoptak. Mi volt a legnagyobb baromság, amivel találkoztál? Hát figyeljetek, annyi minden találkozok, hogy borzasztó. Ezek a szigetelő szalagos megoldásoktól kezdve a tényleg a kókányolások, a vágások, a faragások, ezek iszonyatosan érték a korszakot régebben. Most már ezek elkoptak, tehát nincsenek igazából. Nem csak a profizmus. Hát a dupla kipufogó jobbról, balról, egyik oldalon télen füstöl, egyik, a másik az meg ugye nem, mert így az kamu, ez ilyen álkipufogó.
Nagyon sok minden. De például a neon, amit mondtatok, az egy drift, ugye cirkuszi feelingből drift előadásokon lehet látni nagyon komoly japán és amerikai versenyeken, európai versenyeken, amikor egy olyan hangulatot tudnak ezzel okozni, ugye, hogy tényleg sikít a nép, és világít a szelsapka, meg a kerék, meg minden, meg stroboszkóp hatás. Ezeket igazából nem tudtuk annyira köködni. Nyilván utcai autót, amikor ilyet lehet testen elvenni, akkor az általában ugye a Suzuki sok sajnos ezt szívesen alkalmazták, de ez is be van tiltva. Jó is ez, kell az, nincs egy, jó az, nincs ez. Ez is már be van tiltva, tehát ennyi. Jó van, köszi, hogy elmondta, ciao, hello, Valim, köszi, ciao, hello, ciao, ciao. Gyorsan nézzük még egy-két SMS-t, hogy mit írnak a hallgatóink. Azt mondja, hogy kockalada hátulját ladaníva rugóval megemeltük. Ha öt ember ült benne, nagyon megült. Ha ketten ültünk, akkor brutál magas volt a hátulja. Boldogak voltunk az első autónkkal, ez kb. 15 éve volt. Én Békés Csabán a 123-as Mercim hátsó rugójába tettem zsiguli rugókat, hogy a romániai gázolaj csempészéskor ne érje le a seggel. Ez 2000-es évek volt, Karcsi küldte nekünk. Nissan Sunny volt 17 évesen az első autón, brutális zene volt benne, hófehér volt, az elején tűzlángok pakírta nekünk, reméljük jó irányban feltett tűzlángok, nem úgy, ahogy azt Jani elmesélte. Azt mondja, hogy nekünk a Trabiban annó nyitható volt a hátsó ablak, és egy brutális traktor duda is be volt szerelve. Kaszkó matrica szétvágva, ciao köszönés felragasztva. Megvan? A kaszkóból ciao. A kaszkóból csináltak a ciao matrica. Igen, Tibi küldte nekünk. A napmondása ritka, mint a Honda Civic gyári kipufogóval. Ó, de szép volt a kis Honda Civic-ek, de szép a kocka Civic hátul, de szerettem még a kocka lámpás hátsó Civic, szépek voltak. Akkor. Nekem még volt egy 16 szelepes 1.8-as GT Mitsubishi Coltom. Szintén, amikor még nem jöttek a lekerekített Coltok, hanem még a kocka lámpás hátsó. A kis Polszkiból egy olyanba ültem át. Esten keltem császár vele. Császár voltál, mi? Arra emlékszem, hogy a Kacsopongrác felüljáron éjszaka úgy jöttem le, hogy így pörögtem vele, tudod? Háromsávos felüljáró, hullámvasút, tél, csúszott az út, senki, kicsi alászett gáz, kézifék, gondoltam, picit kirakom a segét, így jöttem le. Friss jogsival, hármat pörögtem, de senki nem volt, igen. Egy 8 GTI, akkor, hát az császár kis Polszkival, az nagyon, nagyon nagy szám volt, és kis Polszki után. A minap láttam egy 20 éves lila Seat Ibizát, brutál hátsó szárnyal, Lexus hátsó lámpa, elől BMW Angel Eyes fergeteg volt, Miki küldte nekünk. A ladákhoz lehetett kapni kis sípot, amit a kipufogóba kellett rakni, hogy olyan legyen, mint a turbo, amiről ugye beszéltünk. Anyám Suzuki-án sportmatrica van elől a motorháztetőn, ez legalább három lower. Jaj, de jók ezek az SMS-ek, úristen. Két kazettás levehető hangfalas magnó megvan? Nekem Trabantó volt, a két hangfal ment hátra, a kazettás egység a kesztyűtartóba. Még Equalizer is volt benne. Ezt Gábor küldte nekünk. Metálzöld Trabim elejére egy törött kamionról leszedett Fiat Iveco feliratot szereltettem. Akkora volt, hogy alig fértem. Miért? Hogy miért tettél fel egy Trabantra akkor egy Fiat? Mit vittél, amikor azt felraktad? Jaj, de szerettem, így van. Lada tuning váltókart elfűrészeltük rövidekre, koppány dob dísztárcsa, sárvédő szélesítés, lavorból. Ezt bátya küldte nekünk, köszönjük szépen. Aztán, ha láttátok volna a bordó zsigámat, hátsó ablakon maffia ráccsal, koppány kipufogóval. Hátsó ablakon hát maffia. Az a maffia, azt nem értetted, mert hogy az tényleg nem volt jó semmire. Hátra már nem láttál tőle, árnyékolta, ott a hátsó ilyen kalap tartott, nem tudom. Semmi értelme nem volt. Semmi, de valahogy tényleg. Mégis. Mégis csak. De valahogy mégis működött, igen. Na jó. Hát igen, jó volt egy kicsit nosztalgiázni. Köszönjük az SMS-eket. Drága hallgatók, játszunk, jó? Aztán nézem. Kitalálhatja egy hallgató, hogy mit mond Dóri, már is játszunk valakivel. Visszafelé beszélünk. Ülész, hevére, faszil. Hozzájállat, élet, faszil, aki kérdez... Sziasztok, Dóra vagyok, találjátok ki, mint mondok visszafelé. De vásítjellán, mime? Aki válaszol... Ermi. Mondd még egyszer? Ermi. Ermi. Imre. Hello, Imre. Imre. Hello. Szia. Sziasztok. Hello, honnan hívtál minket? Debrecenből. Debrecenből. Mivel foglalkozol? Piackutató vagyok. Hoppá. És melyik piacot kutatod? A debreceni nagy szolgáltatásokat, piac. Igen, a debreceni nagypiacot. A debreceni nagypiac, az nagyon, nagyon elégedettek a szolgáltatással. És milyen formában kutatjátok a piacot? Személyesen, telefonon, mentek? Személyesen. Személyes. Próbavásárlások, hogyha ez mond valamit.
piackutató, ez nem inkább ilyen ellenőrző sztori, hogy odamész, vásárolsz, adnak-e számlát, nem? Nem, én az adatokat elemzem magát, tehát nem személyesen megyek. Uh-huh. Tehát én a befolyt adatokat összesítem. És miről szól maga a kutatás, hogy? Elnézést, ezt nem hallottam. Hogy a kutatás maga miről szól, tehát hogy a piackutatóként a vásárlásokat elemzitek? Igen, tehát megvan adva az adott megrendelő, hogy pontosan mi az, amit elvárna a cégjeitől, az alkalmazottaitól, és mi ezt ellenőrzük, ezt megadják. Ja, értem, értem. Tehát, hogy kvázi ilyen próbavásárlásokat csináltok, amit te is mondasz, és akkor igen, megnézitek, hogy milyen volt a kiszolgálás, megkapta-e azt a vevő, amit szeretett volna, és utána magának a cégnek jelentetek. Uh-huh. Pontosan. Hm. Értem. És hány éves voltál akkor, amikor így kirúgtad magad alól a széket a konyhába, az asztalra csaptál, és azt mondtad, hogy édesanyám, én akkor is piackutató lesz. 21. Uh-huh. Jó is ez. Jó, nem állíthat meg senki. Igen. Na figyelj ide, Imre. Nagyon könnyű a hétfő játékosnak, ugyanis még választod. Témaköreink vannak, a szabályok szerint te választhatsz, hogy mit szeretnél visszafelé meghallgatni. Szólásmondást. Nem árt, tényleg? Ez az a legnehezebb. Nem baj, per nem akarok erről lebeszélni. Ugye, Dóri? Felmondott egy csomó minden. Vannak témaköröink: állat, városnév, híres ember, szólásmondás és tárgy. És hát ahogy fogynak a napok, úgy ugye a hallgatóknak egyre kevesebb lehetősége van választani, ezért jó ezt a játékot, vagy talán kicsit könnyebb a hét elején játszani. Mert a szólásmondásra szeretnéd, csak ugye azok hosszabbak, mint például egy helységnév vagy egy tárgy, de nem kitalálhatatlan. Tökre örülök, hogy menjen? Ezt választottad. Jó, magyarok vagyunk, a magyar szólásmondást választjuk. Azt a becsárját. Magyar ember, magyar szólásmondás. Mehetünk? Mehetünk. Indítjuk az órát, 30 másodpercet van, kétszer megmutatjuk úgy, hogy nem veszünk ki semmit, aztán minden mutatás már egyfajta ajándék elvételével jár. Oké? Oké. Na figyelj, óra elindult. Így szól. A kérdés, mit van tehát Dóri? Zöszkezza, ítésen nincs létsz a... Megnyerted. Eltűnik, mint szürke szamár a ködben. Teljesen egyértelmű, hogy ezt mondta. Igen, figyelj, hallgass meg még egyszer, figyelj. Zöszkezza, ítésen nincs létsz a... Aha. Üsz létsz a... Acél... Ott voltál! Hát ott voltál! Hát a cél, és lejárt az idő. Ki a kellett volna mondani? Cél. A cél. Szólásmondás, a cél. Nem a cél, hanem nem a cél, hanem cél. A cél. Igen. Mit csinál a cél? A cél. Figyelj, hallgass meg. Zöszkezza, ítésen nincs létsz a... A cél. Vagyis? A cél szentesíti az eszközt. Így van, hát ott voltál. Olyan szépen indítottad. Igen, messze volt az eltűnik, mint szürke szamára köd. Valami egész mást hallottál. Azt csak úgy rámondtad? Azt csak úgy rámondtam. Hát igen, ott volt. A cél szentesíti az eszközt. Nem baj, miután találkoztunk, játszottam is veletek. Na, hol találkoztunk? Hát Debrecenben a Morning Show kint lévőségén. Ott voltál? De jó. Köszönjük. Igen, mind a hármatokkal képünk is van veletek. Na, hát akkor ez marad. Amiket most széttépsz. Igen. Jó van, köszi. Köszi szépen, Imre. Szia, szép napon. Én köszönöm. Köszi, ciao. Hello. Pedig megvolt, hát megvolt. Hát jó, jók voltunk, igen. Egy perc, a pontosan 8 óra, jövünk a hírek után. Uraim, öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 8 óra múlt 13 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Egy jó Depes Mód az mindig nagyon jó. Még így hát aki is szereti. Ja. Aki nyilván, aki szereti, persze. Hát aki nem, annak ez nem jó. De egy Depes Módot lehetem szeretni? Nem. Vagy legalábbis... Tehát utálni nem utálod, igen, ugye? Negatív érzéseid, hogy... nincsenek. Igen. Jó kis dal volt. Itt vagyunk, és friss közlekedési híreket is mondunk. Nagykörösi út, a Méta utcától bele
belelé, írja valaki, befelé nyilván, be van állva, baleset történt a használt cikk piacnál. Linda küldte nekünk. A 4-es főúton monoron a butorbolt előtt mérik a ceglét felől érkezőket. Szép napot, Évi. Aztán fotó készül az M1-esen Pest felé a 138-as kilométernél a felüljáróról. Ezt Taki küldte nekünk. Köszönjük szépen. Ajjajaj, mi van még? Sok a trafi, úgyhogy vigyázzatok ma reggel is, nagyon sok helyen fotóznak. A 25-ösön a háromlábúról mérik a Szilvásvárat felé haladókat. Ürömön a CB előtt koccanás, ott már helyszínelnek. Kami küldte nekünk. Aztán a budakeszi kuruszlesi keresztezésén baleset van, óriási a dugó. Öcsibá üzeni, valamint Bicske és Herceghalom között az egyesen van egy trafi, csak a szokásos. Azt mondja, hogy a nagyfeter szerint a köd olyan, mint a jó feleség, egy vasárnapi meccsen leszáll egy sört hozni, majd eloszlik. Nem rossz. Nem rossz. Jó Isten. Nem rossz. Nem rossz állsz a nagyfeter. Igen. Sáránd után Derecske felé autótetőn az Árokban Zsolti küldte nekünk, Pásztónál trafiznak, és a budakeszi úton, ahogy mondtam, hatalmas baleset van, ezt többen kérdeztétek, emiatt lehet csak lassan haladni. Erről a használt cikkes SMS ütő az eszembe, hogy azért ott a 90-es évek, 80-es évek közepén ott is hatalmas élet volt, én nagyon régen nem voltam már ott, de annak idején rendszeresen kijártunk, és ott is mindenfélét össze lehetett vásárolni, például ilyen apró cseprő kiegészítőket autókhoz, vagy ami eltűnt, ellopták, stb. Fel akartad egy kicsit dobni a verdát, ott is mindent meg lehetett kapni, mindent meg lehetett vásárolni, mondjuk mi elsősorban ilyen szurkolt sarkú használt surranok miatt járkáltunk ki, azt vettünk magunknak, de gyakorlatilag mindent meg lehetett kapni, és emlékszem, amikor a haverral mentünk körbe, akkor mindig az volt az első kérdés, hogy aztán pénzetek van itt. Vagy csak nézelődünk. Vagy csak nézelődünk, kérdezgetünk, feltartjuk itt az árusokat, és azt csináltuk aztán, hogy így be mellény zsebbe, és kilogott az ezresnek a vége. És csak akkor azért, már szerettek, hogy, és akkor onnantól kezdve már kérdezhettünk. És onnantól kezdve komolyan vettek? Igen, és onnantól kezdve lehetett kérdezni tőlük, de egyébként volt, amikor nem is válaszoltam. És sosem voltam ilyen nagy piacra járó, de nagyon szerettem, hogy ott minden meg lehetett tényleg venni. Mindent. Tehát voltak piacok, ahol ha akartál, akkor aranyozott, de nem aranyozott. Igazából mégsem aranyozott, névjegykártya tartót. Nem. Egyetlen egy piac volt, ahol nagyon sokat jártam, az a Fáj utcán, az a kínai piac. Emlékeztek? A Shangi. Itt az, hívták. Igen, igen, megvan. Fáj utca. A kínai piac. Az, hát az. Ott is. A ruhától kezdve a vízforralóig, a kamu parfümön keresztül a cigarettáig, az alkoholig, az edénykészletig. Hát figyelj, oda bementél, és maga volt a kánaán. Ezek minden volt. Minden. Ha akartál, farmert vettél úgy, hogy ott próbáltad fel, kartoncigi, alkohol, mindent meg tudtál venni. Csak vízforralót bemerted dugni, vagy? Hát, az nem mindig volt benne a pakliban. Igen, ez érdekes volt, hogy vettél aztán valamit, és azt hogy tudod oda visszavinni, mert másnap már egy másik kínai árus állt ugyanott, és soha nem találtad meg az illetőt. Hát ember legyen a talpán, aki fölismeri. Igen, ugye? nagyon egyformák voltak. De a Fáj utcai Vasas Sportklub mögött volt, ugye, hát most már lebontották hosszú ideje, a Shanghai nevezetű, ott mindenki csak Shanghai-nak. Kis Shanghai. Mindenki csak Shangi piacnak hívta, a Fáj utcai Shangi piac. És hát ott is. Hát ez egy gyöngyszem. Mindet, ezek akkorák ezek. És ha nem volt neki, elrohant. Vártál 20 percet, és megjött. És nem tudod, hogy honnan, nem tudod, hogy kitől kérte el. De hogy mindig fejből tudták, hogy kinél van. És ha nála nem volt, az már adja. Mindjárt tudjuk. Kici, vár. Elrohant, megjött, és hozta. Az adott méretben, az adott dolgot, amit kértél. És akkor ott még akartál 5001-es gásprét is. Mindenük volt. Bármit lehetett. Mindenük volt. Bármit lehetett. Én emlékszem, az egyik legnagyobb vételem egy nagyon jó árban lévő melegítő nadrág volt. Fel is próbáltad ott a helyszínen? Nem. Nem próbáltad fel? Hazavittem, és mondtam, hogy ezt nézzük, legyen rendben a mit. Most mentem volna tényleg, most mentem volna a három csíkosba, amikor itt van ezzel, legugoltam, és szétrepett az egész, úgy nyomorult. Legugoltam úgy, hogy végigrepett gyakorlatilag gumitól gumiig az egész. Ennyi volt a története. Tehát, és soha többet nem vásároltál ott. De hogy tudták ők egyébként ennyire olcsón behozni? Hogy tudták behozni? Hogy tudták behozni? Különböző legendák keringtek akkor arról, hogy ők ezeket hogy tudják behozni. Az egyik ugye a diplomata útlevél volt, ami nem tudom, hogy igaz, nem igaz, hogy ők vámmentesen behoztak eredeti cuccokat. Mert hogy a borotvahabtól kezdve a zsiletpengén keresztül a hárompengés vénuszpengéig kimentél a kínai piacra, és egy 100 elemből
álló bevásárlólistás bevásárlást vidáman elvégezték. Nem minden volt. Minden. A fültisztító pálcikától kezdve a borotvahabig, a pengéig, a dezodoron a keresztül, az arceszig, a vízforralóig, a parfümig. Givenchy! Sosem tudtad. 30 milli, adom neked. 3500, 50 milli, adom neked. 4700. Kettő Givenchy, jó? Kettő Givenchy, olcó, adom neked. 30 milli, ugye mindig így beszéltek. Honnan a fenéből volt neki kínje? Lopták? Leesett a kamionról? Behozták úgy az országba, hogy van, mert volt ott egy csomó minden, ami nem eredeti. Volt az lopott, csak nem volt eredeti. Nem, de várj, nem, mert volt eredeti. A borotvahab, a borotvájuk, a pengéjük, az nem. Biztos? Az ne, szerintem az miért? Nem. Hát ugyanúgy le tudja gyártani azt is, mint hogy a melegítőt, amit a Jani vett. Tehát most az nem. Mi arra megállapításra jutottunk a barátom, hogy nagyon sokat jártunk oda. Tehát mi parfümöt például mindig ott vásároltunk. Volt eredeti, de volt igazi is nekik. Tehát megismered az eredeti és az a hamis közötti különbséget. Volt eredeti, meg volt igazi? Volt eredeti, meg volt hamis. És akkor mondtad nekem, mint a Lacoste parfüm. Adott van hozzá eredeti. Nem mondtad, hogy jövök. Elrohant, és akkor viszont tényleg eredetit hozott. Honnan a fenéből volt neki hamisítvány, honnan volt eredeti? Belopták, vagy behozták vámmentesen? Hát hogy csinálták? Ez nagyon sokan azt mondták, hogy például egy csomó nagygyár Kínában gyártatott. Napközben. Persze, ezek a igen, és napközben az igazi nagygyár. Napközben ment az igazi, és az éjszakai műszakok is visszaszivárogtak a kínaiak, és akkor el tudod képzelni, hogy azt mondta a gyár vezetősége. Simán. Rendben, hölgyeim és uraim. 8-tól este 10-ig eredeti Louis Vuitton táskákat gyártunk. 10 órakor bezár a gyár. És a gyár vezetősége látta, hogy égnek a pici kis lámpácskák, mennek a gyártósorok. Hát a gyár vezetősége volt benne igazán. És kérdezte Hüán, a kis Xient, a gyárigazgatót, hogy miért dolgozunk este, amikor itt este 8-ig kéne, csak hogy Louis Vuitton táskákat gyártsuk. Nem dolgozunk, csak mennek a futó szalagok, a gyártósorok, és még bennmaradt 4000 munkás gyártani. Napközben Yves Saint Laurent gyártunk, este pedig Yves Saint Laurent. Igen, tényleg így, mert nem azt kérdezte, hogy miért dolgozunk éjszaka, az, hogy miért nem dolgozunk éjszaka. De én amikor voltam Kínában, én ezt az elméletet hallottam, hogy ugyanarról a gyártósorról esikre, ugyanúgy csinálják, csak este 10-ig neked az igazit gyártják, és este 10-től reggel 6-ig pedig ugyanaz a Nike, meg ugyanaz az Adidas, meg ugyanaz a Louis Vuitton, csak hát akkor tulajdonképpen illegálba nyomja a gyár, de én ezt nem tudom elképzelni. Figyelj, nincs rajta a marketing költség, mert ugye egy terméknek na a de nagyon, gondold el, hogy nincs rajta áfa. Na de ezt a Louis Vuitton engedni, hogy én Kínában ne, gyártatom az én termékemet. 8-kor hallom, hogy bezár az én gyáram, ami oda telepítettem. Majd 8-szor hajnali 4 nyomják a kamu Louis Vuittont, és a tulajdonosok azok engedik, szerintem hogy nem áll. Maga Louis bácsi is kap belőle. Maga Vuitton bácsi. Vuitton bácsi. Munka este képi. Igen, és elképzelhető, hogy mit az Adidas ott gyártat, és az Adidas azt mondja, hogy de nem tudunk arról, hogy este 10-kor is üzemel a gyárunk egyébként, esti és nyomják a... kicsikos. Igen. Na, és a pumpálos ribák cipőt este 8-tól gyárt. Simán. Honnan volt eredeti borotva pengéjük, eredeti habjuk? Az nem volt kamu, Sángin. Az nem volt kamu. De mondom, hát ott gyártják, éjszaka jött a piacra. Biztos. Hogy csinálták? Biztos. Mondom, én ezt a diplomata útleveles verziót hallottam, hogy valahogy ezt behozták az országba. Nincs az a diplomata útlevél, amivel mit Magyarországot... 4 millió liter parfümöt, 3 tonna Adidas melegítőt. Saját használatra, diplomata útlevél. Menteszik, diplomata menteszik. 6 kamionnyi Gucci melegítőt, tudod? Óriási. Biztos, hogy nem. 50 ezer pár fehér zokni tudom. De milyen mákosak vagytok, ebből is megint ti jöttök ki, jó? Mi Békés Csabán KGST piac volt. Az is jó. Hát tudod, mit lehetett kapni? Ezért lehetett búvárszivattyú volt, meg esztergagét. Jó, de azért itt időben ugrálunk azért ilyen 20-30 évet. Tehát a Sángi piac még 5 évvel ezelőtt is működött, azért a régi KGST piac. Azért egy 30 évet átugrottunk gyorsan, hogy nekünk Sángi, nektek KGST-re. Azért 20 év volt a kettő között. Abba igazam a Ferinek, hogy a KGST piacot még 10 évvel azután is KGST-nek hívták, amikor már sehol nem volt a KGST. A Sángi piac, mint lebontották, mint 8 éve, 10 éve, nem tudom mióta nincs, de azért egy KGST piac. 15 éve mi még azt mondtuk, kimegyek a KGST piacra. Meg az MLF piac. Mert az is volt, KGST piac. Ti csak ne sírjatok basszus, mert nektek ott volt Jugoszlávia. Érted? Ott azért ki lehetett menni. Hát ott lehetett, igen. Hát azért, bocsánat. Csillagos Cezár konyak. Érted? Hogy Szabadka volt, a jugoszláv Hongkong. Ott mindent lehetett kapni, basszus. Minden volt. Jó, lemezek, egy Cezár konyak, 5 csillagos. Micsoda farmerokat lehetett hozni. Bizony. Kimentünk, hoztunk 5 farmert. Az első dolgunk a Szabóhoz vezetett, mert hogy végig kellett varni rajta az összes varrást, hogy ne essen szét. Ja, olyan zárt. Persze. Rosszul volt megvarva.
Dehogy is. De figyelj, akkor megcsinálták a borotva habot hamisba. Megcsinálták a pengét. Nem, hamisba, ugyanott csinálták, ahol egyébként a zsillet gyártatott, csak éjszaka. Csak éjszaka. Az éjszakai zsillet pengéből. Az éjszaka készült zsillet pengéből kérek egy kartonnal. Perc, az éjszaka. Összefixálod bele rá. Mondom, mert nincs, hogy a marketing áfa vám három tényező fél ár. De a parfüm eredeti volt. Mert én tudom, hogy milyen egy eredeti, nem, mit nem, tudom nem, én, nem, nem, Giorgio Armani meg tud... mondtad, hogy eredeti. Más az illata, tehát hogy nem tudják ugyanazt megcsinálni eredetiben, mint hogy hamis, mit tudom én, Laura Biagiotti parfüm, érezted rajta, hogy nem ugyanaz az illat. De miért összetéte? Hordasz női parfümöket? Nem, ki hát ez a Laura? Tudod, hányszor vettem ott karácsonyra az akkori csajomnak a Shangin? Hol menjünk? Shangin a karácsonyra bevásárolni? Vicces, tehát a legjobb volt. És brutális, fuxos, 120-as merciből kiszállt emberek ott próbáltak a Adidas melegítőt, érted? De láttad rajta, hogy minden mindegy, annyi pénze van, de kiment a Shangira. Hello, Laura Biagiotti. Laura, most nincs itt, én vagyok, helyette van, Yves Laura. Ő az volt, hogy bármit kérdezett tőle, aztán 30 milli, adom, tehát a parfümös nem tudott másolni, hol támol lángosot. 30 milli, adom neked, 3200, ő nem nagyon beszél, de ezt megtanulták. És minden parfüm ugyanannyi volt? Nem, 30 milli, vagy nem, 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 és brutális. Kettőt viszél ajándék, Harisnya. Te sokat jártál oda. Figyelj, amikor ezek mentek, mindenki kijárt. Azok is, akiknek akkor sok pénzük volt, mert tényleg olcsóban tudtál megvenni mindent. A legnagyobb spórolásokat a Shangi meg ehhez hasonló piacokon tudtad végkezni. De hogy a fenébe csinálták, azt mondja meg nekem valaki tényleg. Tehát hogy működhettek? Hogy sehogy engedte ezt az állam évekig működni, hogy ott a teljesen illegálisan lopott, hamis cuccokat áruljanak? Hát ma már azért ez nem nagyon lenne elképzelhető. Nem? Hát... Gondolom, kitörték a falsevőt. A fekete kereskedelem mekkája volt az. Hát lopott, hamis cuccokat számla nélkül egy komplett piac működtetett. Hát, oké, elméletileg szereztél egy működési engedélyt magadnak a piacra, amiben benne volt, hogy te mit árulsz, és akkor vettél kettő karton borotvahabot hivatalosan, és behoztam elé 200-at a lopottból. Tehát neked volt két karton borotvahabod, hát amit hivatalosan... Hát meg gondolom, letizették a vámosokat, jöttek a konténerek, és brutál kenőpénzek minden határnál a vámosoknak, és jöttek a cuccok, nem? Tehát ezt nagyjából így tudom elképzelni. Hát ott a piac felügyelőknek mindegyiknek stretch nadrágé volt, hogy jó sok férjen a fal zsebbe, táguljon az anyag. Igen, na jó, de egy kis Versace, ugye? Ja, ugye jó, a kis Buffalo cipők régen kint voltak, a Buffalo cipők és a pumpás ribák, hát ezeket. Kimentél, és akkor nézted az ízét a Playboy alsónadrágok, csak az volt a fura, hogy a nyúlnak mind a két füle lekonyult. És így nézted, mi ebbe a kamu, mi ebbe a hibás? És akkor, ha te kimentél oda venni egy Gorenje kézi mixert, akkor az a Gorenje kézi mixer is hamis volt? Vagy lopott volt, vagy olcsóbban megvették valahol Kínában? Vagy az egy hamis Gorenje kézi mixer volt? Semmi. Hát mi volt, a Gorenje volt, vagy Geronnyi? Goranya. Na, erre már látom, nem emlékszem, hogy akkor az eredeti, mit tudom én, Philips Tour mixgép volt, vagy egy hamis Philips Tour mixgép volt, amit te megvettél. Semmi köze nem volt hozzá? Vagy egy szakálvágó? Bekapcsoltad, és akkor ezért tudod turbofokozat, és azt vetted észre, hogy bármilyen irányba kapcsolgatod, tudod, egy, kettő, három turbofokozat, ugyanaz. Tudod, nem volt benne fokozat, nem volt benne változás, semmi, és ráadásul ilyen sorjázatlan műanyagból volt összepakolva az egész, tehát amikor kézbe vetted, marha jól nézett ki a doboz, meg marha jól nézett, amikor kivetted, de így végignéztél rajta, és akkor így gyakorlatilag egy perc leforgás alatt rádöbbentél, hogy hát ez nem az, amit te szerettél volna vásárolni. És akkor ez a diplomata útlevéllel vette meg áfa nélkül, vám nélkül, és olcsóbban hozza be, ez egy kamu, óriás kamu volt? Nem tudom, volt? Most nincs az a diplomata útlevél. Hány diplomata útlevéllel rendelkező kínai működtetett? Négy hajós konténer érkezett be, tisztelt uram, erre a papírra. Mr. Xiem, nagyon látom, nagyon bevásárolt a családnak, mit hozott? Négy konténer Armani parfümöt Hamburgból, 6000 darab Gucci melegítőt. Nem tudom, de érdekes volt, igen. Bali, a penge nagyon rossz volt, hidd el, az is kamu volt, nem úgy vágott, mint az eredeti, írja nekünk egy hallgató. Lehet, hogy csak mi éreztük azt, fiatalként, igen, hogy akkor az eredeti volt. Barátom a 90-es évben kínai nagykereskedelemben dolgozott, konténerhegyek jöttek folyamatosan, a vámosok brutálisan kerestek. Erről beszéltünk mi is, igen. A Józsefvárosi piacon bátyám mesélte, egy árus egy üres asztal előtt ült, gondolták, megkérdezik, mit árul, majd a válasz az volt, hogy bármit, ami kell. Jó, úristen, de jó történet. Egy asztal. Semmi. Üresen.
Mi kellene? Két erkölcsi bizonyítvány, egy érettségi, 2009-2001-es Defenol, egy rúgos kés és kettő darab Vipera. 10 perc múlva itt vagyok. Ne menjen sehova. És megjött, valószínű megjött a csávó és meghozta. Nem? Óriási. Ez nagyon jó. És egy Beretta. Jó? A Berettára egy fél órát várni kell. Nem, mindjárt itt vagyok. Így van. Így van. És mások kell átvenni a tárat a lőszerekkel, és mások. Igen. Hogy hívják? Kis Gábor. Jó, megvan az érettségi bizonyítvány. Fél óra múlva, meg a Rigó utcai nyelvvizsga. Egyes vagy kétes? Kétes. Köszönöm. Kicsit hosszabb. Ez nagyon menő. Üres asztal előtt ülni nagyon. Nagyon. A legnagyobb. Mit árul? Bármit. És még arra sem veszed a fáradtságot, hogy egy, Zseni, egy valamit kitegyél. Hát büntessék meg! Hát mit? Hogy tudják meg? Büntessék meg, érted? Hát ez elképesztő. Eredeti spanyol bőrcipőt vettem a mai napig hordható, írja Laci. Látod? Hogy voltak azért. Voltak azért eredeti dolgot, igen. A Shanghai-on vettem Buffalo cipő helyett, Balalló cipő volt ráírva. A talpa aznap leesett egybe. Balalló. Jaj, de jó. Jaj, de jó volt. Jó kis Balalló. Igen. Na de akkor mitől függött, hogy néha ráírták, hogy igazi, de hamis volt, és néha nem merték ráírni? Az hogy volt? Tehát amikor az Adidas helyett ráírta, hogy Adidas, mit tudom én, Adios, a Puma Adonis helyett ráírta, és ott volt egy ilyen ugró, ilyen megsebzett félszemű macska ugrot, érted, a Leopard helyett, és a Puma helyett Punya. Tehát akkor mitől függött az, hogy néha meg tudta csinálni eredetiben, és néha hamisítani kellett magát a márkajelzést? Ő a bátorabb kínai volt, van, aki csinált egy ilyet, hogy más néven. Tehát aki rámerte írni, hogy Adidas az volt a bátrabb? Igen. Igen. Az Adios a gyávább? Adios a gyávább. Tetszik az ideológia. Ennyi. Szerintem ez lehetett, ez lehetett. Baranyás haverom évekig járt egy Puna feliratú cipőben. Zseniális. Az a M-et átcserélték. Erre megbüntethetetlen vagy. Kész. Hogy mit csodadja? A Puma helyett Puna. Igen. Puna, a Puna cipő, Puna persze. Cipő évekig jár. Az nem hamisítás, csak még nincsen levédet. És mi lehetett a jel? Azt. Ja, igen. Egy deltoid. Ah, de szép idők voltak. Úgy látszik, már egész nap nosztalgiázunk, igen. Azt hogy halisátok, azon a piacon dolgoztam, diplomata áruházban vásároltak. Nem lehet, nincs annyi gyerekek, tehát hogy én értem ezt az ideológiát, de csak egy picit belegondolsz, hogy nem tudsz kivinni négy kamionnyi, a diplomata boltból négy kamionnyi cuccot. Persze, 60 ezer gyapjú alsót tudod. Ja, plusz azt mondod, hogy oké, akkor kérek MS-t, SS-t, XXL-est, XL-eset mindenből, és különböző színű. Magának lesz, nem, a piacra. És panaszkodik, cegzelem is kellene, mennyi, úgy 100-200 ezer darab. Darab, igen, mert az viszik. És ennek a hivatalos verziója az Ázsia Center? Tehát most ugye beterelték picit, őket. Picit igen, de azért ott rengeteg eredeti dolgot is lehet kapni. Meg az hivatalos. Hivatalos? Igen, az hivatalos, tényleg. Ma azért a Wikinél ott vásárol, de azért. Hát ott is vannak érdekességek. Nincs ez a gond. Mi is szoktunk. Igen? Persze, hát. Adom neked 30 minisztámlán nélkül? Nem, igen? Nem, nincs már ilyen. Nincsen megfelelő, most a magyarok az eladó. Rendesek. Mondaná? Beszéltem egy hallgatóval, ő nem szeretne adásba kerülni. Ő régen dolgozott itt a Nem az Ázsiában, hanem Tigrisben. Régen dolgoztam, nem adászba kerülni? Nem akart. És azt mondja, hogy ez úgy történt, a diplomata áruházba veszik meg a... Na mondtam, hogy volt régen valamilyen sztori. Igen. Gyerek, de hát mondja. Tehát a kicsi kínai bement, megvette. De mit? 50 ezer liter pár. 50 ezer liter Johnny Walker. Ő hozta el. És az összes kínai azzal az egy útlevéllel. És? A kép mindegy. Kihozták az italt, és akkor vettek rá az árjegyet. Mert hogy azt is kellett. Ne! És akkor innen hozta az italt, onnan az árjegyet? Igen. Tényleg? Igen. Csak mondta, hogy nem nagyon szeretne erről úgy beszélni. Ez már régen volt, nem most volt, ez régen volt. És akkor tényleg, jó kérdés, az ital eredeti volt? Eredeti. Tehát a cikk is eredeti volt. Teljesen eredeti, mondta, hogy hát több kartont ő hozott el, és akkor mentek, és egy bizonyos helyen megvették külön az árjegyet. De eredeti, persze. És a kínaiak még mennyire szemtelen, amikor megcsinálnak, mit tudom én, van egy Audi márka, mit tudom, a TT Coupé, vagy a Range Rovernek a nem tudom, most az új sportja. És egyszer csak van belőle Kínában. És megcsinálják ugyanezt. És megcsinálják ugyanezt, érted? És nem úgy hívják, hogy Range Rover Sport, vagy Land Rover, vagy Discovery, hanem tök máshogy, és látod, hogy egy az egybe az autó úgy néz ki, belülről, kívülről lekopintják. És megcsinálják a Bentley-t, a Mercit, minden megcsinálnak kínaiban. De nem arról van szó, hogy meghamisít egy melegítőt, ellop egy autót. Érted? És egy másfél milliárdos kínai piacra azt így leteríti neked, hogy itt van, mi, nekünk is van Range Roverünk. Elképesztő. De figyelj, mit autót? Elmegy belőle 300 ezer, már megérte. De várjál, mit autót? Hát egy svájci falut másoltak le. Emlékeztek arról? Igen, megcsinálták. Kompletten egy svájci falut másoltak le.
Zseniálisak, tényleg zseniálisak. Komolyan megveszem. Mit csináljunk, nem legyünk Range Rover, te hogy legyünk, csináljuk meg mi. És megcsinálja neked, érted, a sportot. Hihetetlen. Na, írjátok meg nekünk, jó, hogy nektek milyen élményeitek vannak. Józsefvárosi piac, Sángi, az Orci piac. Nagyon, nagyon sok volt. Nagyon sok olyan piac volt, ahova az ember járt. Mit vettetek, kaptatok-e számlát, mit lehetett venni mellette, mi volt pult alól, ki mit vásárolt ismerősnek karácsonyra, milyen melegítő, milyen márka, mindent. Jó, várjuk az SMS-eket, mi pedig jövünk, Ákos híre jutam. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. De jó dal volt, 3-4-9 van pontosan. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Amikor kijött. Nem hallottuk még egyszer, se az a jó. Azt mondja, hogy a témánk ugye a piacozás, hogy ki mit vett már régebben a kínai piacon, az Orci piacon, a Józsefvárosi piacon. Réges-régen, amikor még ezek a piacok mentek, és egy nyakig benne voltak a szervek, mindenki tulajdonképpen. Tehát akkor még ez nagyon-nagyon összemosódott. És hát igen, érdekes világ volt az. És ugye kérdeztünk benneteket, hogy írjátok meg nekünk, hogy kinek milyen emléke van a piacos időszakokból, vagy időszakból, és hát ki mit vett, mit kerestetek, mit sikerült vásárolni, nagyon jó SMS-ek vannak. Azt írja egy hallgató, hogy nekem a Józsefvároson sokkolót kínáltak, amit 500 forintért ki is próbálhattam volna az illetőn, aki azért volt ott. Fegyvert, számlákat, bizonyítványt is kínáltak. Na várj, tehát 1000-ért megveszed, és ott áll egy csávó, aki... Ott áll egy csávó, 500-ért megveszed, akkor kicsit megvágod, mint az ipari áram, elfekszik, azt mondta, kérem, akkor 2-t kérek. Ez nagyon jó. Próba. És egyet viszek anyámnak is, hogy megvédje magát, hiszen ő már nyugdíjas. Nagyon jó. De azért vagy ott. Próbaként kap 100 forintot, nem? Én egy nagyon menő citromsárga O'Neill jacket vettem a Józsefvárosin. Első mosás rózsaszín jacket vettem ki a mosógéből. Higgyétek el, nem éjbáztam, írja egy hallgató. A szabadkai piac most pont ilyen, mindent kap. Se pénztár, se számla. Van minden. Adidas, szabadidő, paprika. Higgyétek el, minden nagyon jó. Hát ott megállt az idő. Igen. Azt mondja, haverom akkoriban a nagyon menő Dr. Martens bakancsot akart venni, büszkén mutogatta, majd amikor mondtuk neki, hogy Dr. Martinez van ráírva, zavartan, de határozottan állította, hogy ez jobb, mint a Martens. Herbert Martinez. Nézzétek az új Martens bakancsot, te hülye Martinez van ráírva. De jó, úristen. Azt mondja, srácnál nyelvvizsga ajánlatok voltak, mikor érdeklődtünk, hogy miért van 40 000 forintos köztük, akkor a válasz, mert ami 80 000, az Rigó utcai, és ha nagyon akarom, még emlékeznek is rám. Nem volt szó, jó. Fater éjjel biztonsági őr volt a 90-es évek elején a 4 Tigrisben. Júj, de nagy duma. 4 Tigris. Hozott nekem Rezbok cipőt, az egyik fele fehér volt, az egyik fele fehér kék volt, a másik fehér zöld. Mikor odaadta, csak annyit mondott, hogy sötétben egyformának tűntek. Azt mondja, hogy haverom egy Fulups márkájú hajvágógéppel állított be. Fulups. Higgyétek, hogy Fulups. 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 Ennyire jó. Hajvágó géppel állított be, amit Ukrajnából kapott. Belevágtam a hajamba, majd erősen füstölni kezdett a gép. Mivel a másik gép meg csak nullással tudott vágni, így kopaszon. Fulups. Nagyon jó. Azt mondja, hogy több lerakat volt Pesten, nagy részt külföldi Franciaországból hozták, de itt is működnek varrodák, ahol gyártanak, sajnos sok neves márka is csinálja, hogy felvásárolja a kínai cuccot, és saját márkát tesz bele, horror ánon adja el, szegény vásárló nem is sejti, hogy a kínai vacakot veszi. Tapasztalat sajnos, ír egy hallgató. Azt mondja, hogy a Józsefvárosi piacon az egyik legidegesítőbb dolog volt, hogy nézelődés közben mindig ezt hallottam. Koci, koci. Koci, úristen, tényleg, tudjátok, mi volt a koci-koci? Hát az volt, hogy álltál, és úgy voltak megcsinálva sorok, hogy baromi kicsi volt a hely. És jöttek pici, apró 140-es kínaiak, egy rohadt nagy kocival. A koci az kocsi, amit húzott maga után. Parfüm, mondta, hogy koci, melegítő, koci. De tényleg viper a sokkoló dobozok, és jött, hogy koci-koci. Ami azt jelenti, hogy ha te fellapultál az árusnak a falára, vagy beálltál, ahol ő állt, akkor a koci el tudott szabadon menni, viszont a koci nem fékezett senki kedvéért. És hát ott időseket, gyerekeket és gyanútlan vásárokat ütött el a kicsi koci, kínai. Koci. Vagy húzta, és nem értetted, hogy tud egy ekkora kocsit elhúzni, vagy tolta. Az volt a jobb, ha tolta, mert nem látta, mi van előtte. Tolta, és csak üvöltött. Koci, koci. És ha nem álltál félre, halálra gázolt. Zseni volt. Koci, zseni volt. Koci, koci. De megvan. Kicsi, kis apró, kínai koci, koci, koci. Ja, imádom. Félre kellett ugrani egy kocsit toló ember kellő. Emlékszem, hát ez zseniális volt, persze. Józsefvárosi piacon 10 éves fiaink csillagszórót kerestek, mire ezt válaszolták. Csillagszórom nincs, de petárda és kézigránát van.
Viper a sokkoló, gáspré, számla, érettségi, nyelvvizsga, petárda, viagra, cigi-cigi, mi kell barát felkiáltással hallott. Mi kell barát? Előttem vasalták rá a spolcipőre a puma jelet. Nagyon nagy volt, mert még nem volt kész 45-ös méretben, és aztán hirtelen rávasalták, írja egy hallgat. Tényleg egyébként, mikor vettél pólót, és megkérdezte, hogy mi legyen? Puma, Adidas, Nike. Mondtad, hogy legyen Nike. Csávó elment, két favellával arrébb rávasalta neked a Nike jelet, és visszahozta. Még meleg volt a vasalás, emlékeztek? Zseniális volt. Amit kértél, megcsinálták. Igen, ír egy hallgató is, hogy mi melegítőt vettünk az orcin, megkérdezték, mit hímezzenek rá. 10 perc, és megvolt. Pikpak a bódéban. Bizony. 10 éve megvan, és még bírja ezt. Krisztán jöttél el a Nike for a Nike, és belőle Fruit of the Loom. Zseni volt. Zseni volt. Zsillettpenge, olcsó volt, vettem 2-t, a 8 darab pengével egyszer se tudtam megborotválkozni. A domborjel, a hologram, minden tökéletes volt, csak a lényeg nem a penge. Szasza küldte nekünk. A Józsefvárosi piacon nézelőttem szemet szúrt egy sokkoló. Akkor kezdett bejönni a divadó, megkérdeztem viccesen a kínait, hogy ki lehet-e próbálni. Ő vette a lapot, felvett egy pillangókést, és mondta, hogy nyugodtan, nyugodtan. Na, hogy harc közben is, érted? Gyerekek, én kicsit sajnálom, hogy egy Bruce Lee pólóban, egy brutál viperával elkezdett. Jó, de jó, akkor nekem már nem volt olyan vicces. Károly küldte nekünk. Köszönjük szépen. Józsefvárosi piac szintén kisfiamnak Adidas tornacipő nem volt méretében. Eladó mondta, egy perc, bevitt egy sima fehér cipot a függöny mögé, és kijött a frissen nyomott Adidas cipővel. Van Kínában hősök tere, csak kisebb. Egyébként tényleg megcsinálták Párizs, az Eiffel tornyot, hősök terét, mindent lekopintottak. Azt mondja, hogy én csak egyszer voltam azon a piacon, amiről beszéltek, ahányszor elmentem az egyik kis sikátorban, csak ezt hallottam, otozokni, viper a szokkoló parfüm. Szokkoló parfüm. De egyszerűen milyen barátságos, és milyen durvá kis tudtak lenni. Igen. Viper a szokni, boxer alsó, parfüm. Így van. Szokkoló. Bármire van szükséged. Vettem egy vagány replay pólót, majd otthon vettem észre, hogy az egyik oldalán rajta hagyták egy bevart másik címkét. Persze nem lehetett nyomtalanul eltüntetni. A barátom kézigránátot akart venni viccből. A kéni azt mondta, várjunk egy kicsit, majd elment. Nem mertük megvárni. Jézus. Hozott volna a kézigránátot? Szerintem igen, biztos. Tényleg? Biztos. Eredetit? Azt nem tudott, azt egyszer próbálom. Azért egy hamisítványt, igen, kirántodott gyorsan a kis, mi az kis szeg, vagy nem tudom mi, azért az ott hirtelen kínai gyártás azonnal felrobban, nem annyira szerencsés. 2 évig dolgoztam a 16. kerületben a szemétégetőben, minden hónapban égettünk pár konténer cipőt, melegítőt, joghurtot, kekszet, plüssállatot, ezekről a piacokról. Ezt Csaba küldte nekünk. Reggelt Józsina kínai előttem vasalta a fekete pólóra a Puma emblémát, mert azt akarta menni. Igen. A feleségemnek vettünk egy hajszárított Philippus márkájút, otthon ráolvadt a hajára. De miért vetted olcsó? Olcsó volt, nem? Meg egyébként ránézés. Philippus. Philippus! Pont itt voltam most a kép megszállás közül, hogy például a kőbányai azt csináltak annak idején, hogy eredeti dobozok voltak kirakva. Tehát, hogy ott volt egy csomó papírdoboz, és akkor rá volt írva a világmárkák nevei, és akkor oda mentél, és amikor megnézted, hogy mit árulnak, amiknek köze nem volt hozzá. Köze nem volt azokhoz a márkákhoz, amiket kiraktak. De a doboz az eredeti volt, és ezen meg tudtak kajáltatni. Sokszor. Na, igen, minden gyártósoron keletkezik selejt, és azt szerzik meg, ez is egy összeesküvés, ami lehet, hogy így igen. Nekem a józsefvárosi piacon azt mondták, jogsi 2 nap 300 ezer, bizonyítvány 2 nap 70 ezer. A penge valóban kabu volt, egyszer vettem, és kicikcakkozta az arcomat. Ezt Tibi küldte nekünk. Jaj, de jó kis SMS-ek ezek, úristen. Hol éltek, ez a piac még ma is működik, szemben a régi piaccal, közel 70-80 épületben. Hát lehet, nem tudom, melyikre gondolsz. Igen. Nem, melyik a Sangin? Uh-huh. Bevitték valami fedett helyre is? Igen, most mennyiség járok már ki, de van, még működik. De több nyilván... Szóval négy sárkány, vagy ugró tigris, vagy valami? Totálisan legális lehet most már minden, és nyilván mindenkinek adnak számla. De hogy van, hogy közben pedig egy Mikulást elkapnak, érted? Hát azt már, hát nem adott számlát, hát, érted? Tehát nem működnek úgy áruházakon, nem adnak számlát, közben meg egy Mikulás meg meglincselnek, mert nem ad számlát, és gyerekeket vannak bele. Mert a gyerekeket csak földön vannak összekötetései. Nekik meg itt is. Igen. Kínai boltban láttam egyszer Naomi Campbell parfüm helyett Naomi Caramel parfüm. Anya, úristen. Nekem az alja az volt a Józsefvárosin, amikor két kínai csaj szedte ki egy harmadik tetűs sergeit. Nem,
És mindig ették ezeket a megmondhatatlan eredetű gőzölgő, nagyon fura igen. kajákat, az megvan? És közben úgy mondták megvan? Az árakat közben. Mindegyik, mintha állandóan flamósok lennének, állandóan zabáltak, igen. és akkor elnézést a kávé mennyi? 1500, és ez 1500, és ez 1500, de ez igen. csak 70 dekás. Akkor 2000. Volt a nagyon barátságos levakarhatatlan, aki utána jött még, aztán akiknek már ment a bolt, azok igen. már úgy kajáltak, hogy föl se néztek rá, és le se tojtak. Nem, semmi. Le se tojtak, tehát mentél melegített venni, már nem érdekelt, hát megveszi. Nagyon menne neki, brutálisan gazdag volt már, és álltál ott, és meg akarta venni a kis melegítőt, és már csak úgy nézett rád, és úgy mondta el az árat, hogy már szinte utál. Föl se nézett. Nem. Nincsen csak ez. Igen. Nincsen csak ez. Igen, és undok volt, és rossz fej volt. Igen, vaj, de jó volt. A Józsefvárosi vettem egy csomag zoklit, otthon kibontottam, és nem volt sarka. Visszavittem, és ez volt rá válasz. Kici hiba, nincsen cere. Kici hiba, nincsen cere. Jó, hát ha nincs sarka zoklinak, hát értetem, hogy ne akarják. Annyi baj legyen. Kici hiba, nincsen cere. Most mi a bokádat melegíti attól, nem? Zseni volt. Megtanulták ezt a 4-5 mondatot vajon? Ennyi. Ennyi. Kicsiba nincsen. Kicsiba nincsen csere. Igen, igen. Orci jártunk petárdáért, konkrétan elhangzott. Csávó kiabálta a piacon, petárda tűzijáték, petárda tűzijáték, petárda tűzijáték, kábítószer. Hogy ez hogy történhetett meg? Hanem úgy, hogy nyakig benne volt minden hatóság és mindenki. Nem? Nem már. Máshogy ez nem tudott megtörténni. Ilyenkor a rendőr oda ment, ha oda ment, és megkérdezte, hogy bocsánat, a kábítószer, és nem beszélni magyar jól. A rendőr tudta, hogy oda nem kell oda menni. Tehát, hogy pontosan tudták a rendőrök is, hogy hova kell menni, egy melyik piacra nem kell menni, és miért nem kell menni arra a piacra, és az kinek milyen érdekörébe tartozik. Úgyhogy a rendőr itt nagyon sokszor nem fordult meg. Na jó van, hát igen, a régi szép idő. Köszönjük az SMS-eket. De most is lehet, hogy nem ugrunk ki valamikor. Feri, nem beszél egy jó PlayStation 4-et a gyereknek? PlayStation? Tényleg, de hülye vagyok. Hát nem. Fél áron meg lennék érteni. Csötülik föl neki. Egy Y-boxot, nem? Tök mind egy gyerekem. Y-box. És milyen játékok vannak benne? Csak karate? Vagy mi az? Megmutatjuk, mi a beugró, jó? Figyelj, mindenki, jön a hármas ugrás már is. Ez a beugró a hármas ugráshoz. Hál' Isten, van olyan közötte, amit még nem játszottunk róla. 3 perc, pontosan 9 óra, küldjetek el, mit hallottunk. 2 darab előadó, 2 darab dal cím, ezt várjuk SMS-ben, mi pedig jövünk majd a játékkal. Ákos, híre jutam. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 9 óra múlt, pontosan 10 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. És folytatjuk. Friss közlekedési híreket is. Vigyázz, Koci. Tessék? Vigyázz, Koci. Koci, igen, Keci. Közlekedési hírek, Koci. Vigyázz, Koci. Kevés, Koci, nincsen csak cok. Igen. Nagyon SMS-ek vannak. Szia, szép fiú, oszó puci próba. Ez kicsi, kérek nagyobbat. Nem kicsi, poncio, 1500, de ez kicsi. Akkor ezeket. Büfében klasszik. Ez mi? Marad. És ez kutya. Kutya? Kutyát nem lehet árulni. Akkor cirke. Ugye? Jó, már legenda része. Igen. Mennyi a póló? 1500, de hibász, 1000. Számla van? 500. Van tartózkodási engedély? Ajándék. A gélcsíkos pengéről nem kopott a gélcsík. Műanyag volt. Júj, de szép, és én ezt eredetinek hittem. Ajjajjajjajj. Na jó, lezártuk ezeket, jó? Köszönjük szépen, de előző óránk témája volt, ugye? A régi piacos emlékek. Trafi az Andor utcában befelé István küldte nekünk, aztán Vitnyéd után fix trafi 2 autóval készülnek elkapni azokat, akik Győr felé mennek, úgyhogy mindenki vigyázzon, ez a 85-ösön van. M7-es Budapest felé vezető oldalán Balaton keresztúri pihenő, kamionos kiterelés, rendőrség, NAV katasztrófa védelem már a helyszínen. Sünci írta nekünk. Mérnek a felüljáróról az M1-esen, a 140-es kilométernél, valamint a Győr felől érkezőket mérik a 85-ös főúton. Az Oktogon és a Moszkva tér között nem jár a 4-es 6-os villamos, pótlóbuszok járnak helyette. Ódri küldte nekünk, valamint Monorom, a bútorbolt előtt mérik a Ceglét felől érkezőket. Ezt Évi küldte nekünk. Ürömön a CB előtt koccanás, helyszínelnek dugó lesz. Pásztónál mérik a Salgótarján felől érkezőket.
valamint baleset miatt lassan lehet haladni a Budakeszi úton. És van még egy, sok baleset. Van még egy nagyon fontos SMS, nem tudjuk kitől, és nem tudjuk kinek, de átadjuk. Semmi gond már, ott leszek időben. Nagyon köszönjük. Igen. Jó. Igen. Bárhova is akartad, nem oda ment, hanem hozzánk. Mi örülünk neki, gyere. De annak, akinek küldted, és akiről nem tudjuk, hogy kicsoda, tényleg megnyugtatásképpen semmi gond nem lesz, mert ott lesz idő. Jó? Na, mit szóltak a Mikuláshoz és a NAV-hoz? Hát, ott is kell ellenőrizni. Én teljességgel egyetértek. Nem lehet Mikulás melót vállalni számla nélkül. Ez fekete munka. Érted? Uh-huh. Nem lehet, hogy csak a krampuszok voltak, akik fekete melót végeztek. Egyedül a Mikulás volt fedhetetlen. És akkor a NAV kiment, és a NAV egy családnak átszázta magát. Hát nem ment voltak ki, NAV-os gyerekek volt is. Már, érted, ők kérték azt, hogy legyen Mikulás náluk, és egy ilyen óriási, nagyon szép kerek történetet kerítettek köré. Kiment az emberünk, aki ugye, mi gondolom, meghirdette magát, hogy ő Mikulás szolgáltatást vállal. Tudta, hogy hova megy? Nem. Hát egy kedves, helyes, aranyos családhoz, apa, anya, gyerekek. A Haller utcában, mondjuk, ahol apa vagy anya letelefonálta a boltot. Van a Józsika, aki 8 éves, meg van a Kriszta, aki 5. A Krisztikémnek most egy kis neki kéne virgácsot hozni, de azért legyen ajándék is. Jó? Azt kell tudni Józsikáról, hogy nagyon szereti a focit, a Ronaldo a kedvence. Minden tudtak. Tehát mint egy klasszik ilyen családlátogatós Mikulás sztori, minden tudod, és amikor oda ment az emberünk, akkor jött a meglepetés. Igen, én értem, amit mondasz, hogy mindenki fizessen, meg mindenki adózzon, meg senki ne legyen fekete Mikulás, meg ne öltözzünk be, de tehát a Mikulás legyen piros, igen, és ne legyen fekete Mikulás, én ezt értem. De valahogy akkor sem igazán tetszik ez a történet. Ugye gyorsan csak tényleg, amit te is mondtál, hogy hát mindent berendezett a NAV, megcsinálták a gyerekeket, fölépítették a családot, a sztorikat, tehát lépre csalták a Mikulást. Képzeljük el ezt a szituációt, apró, hogy történik. Apró termetű navosok voltak, vagy tényleg gyerekek? Igen, apró, pici, igen, törpék játszották a gyerekeket, igen, navos törpék. Nem. Tehát igazi gyerekek voltak, igazi felnőttek. Vajon a gyerekek és a felnőttek ismerték egymást? Vagy? Tehát saját gyerek vagy kölcsön? Saját gyerek, kölcsöngyerek, alkalmazottak. Tehát hogy állították fel a családot? Mi történt valójában? Mire a Mikulás belépett? Honnan voltak a gyerekek? Gyerekstatiszták? A NAV akkor már gyerekmunkát végeztet? Hogy van ez? Kérdezem én. Majd megérkezett a Mikulás. Nagy átadás, nagy ünnepség, a gyerekek csillogó szemmel nézték a Mikulást. És hát ugye a végén jött a fekete leves. Amikor kifizették, mert hát elmondták neki, hogy hát megtartotta a műsort, nevettek, énekeltek, fotózkodtak. És kivitték a végén a konyhába, illetve pontosabban azt hiszem azt nyilatkozta, hogy visszahívták a lakásba, hogy a konyhában mutatnának neki még valamit. Igen, már liftnél kifizették a pénzét, el is búcsúztak, igen, amikor mondták neki, hogy kedves Mikulás bácsi, legyen olyan kedves bejönni a konyhába, de nem a csuportáért meg a sütiért, van itt még valami. És akkor ott azt került hittem, hogy még lenyomnak egy felest, igen, is. Gyerek, és bement a konyhába, és ott előhúzták a NAV igazolványukat. Ezt jól beszoktam. Igen. Csúnya cumi. Ja, igazi gyerekek voltak, vagy kamu gyerekek? Igazi gyerekek? Igazi gyerek, rendes. Azt hiszem, hogy pont az ő. Tehát, hogy a sajátjaik. A navosoké. Há, mert tehát a navosok oda vitték a gyereket, és elmondták, hogy figyeljetek, drága gyerekek. Arról van szó tulajdonképpen, hogy Mikulás nem is létezik. Ide jön most egy kamu Mikulás. Apa, anya dolgozik valójában, nekünk az a feladatunk, hogy lebuktassuk ezt a Mikulást, ti csináljátok ugyanúgy, mint az igazi jönne, csillogjon a szemetek, örüljetek az ajándéknak. Szerintem pont ez majd nem mondtak nekik semmit, hát ők megkapták a Mikulást, akit szerettek volna, hát így hitelesen alakítottak, mert hogy nem alakítottak ők ténylegesen a Mikulást. Ők várták valójában a Mikulást. De boldogok voltak. Úgy szervezték le, hogy kellett dicsérni az egyik gyereket, a másikat kicsit le kellett szidni, volt közös fényképezés, minden megvolt. Tehát a gyerekek semmiről nem tudtak, ők ártatlanul ültek a nagyszobában, és egyszer csak csillogó tekintettel látták, hogy megjött az mindenki igazi jól jár. Mikulás. A gyerekek egy fantasztikus élménnyel gazdagodtak, amiért a szülőknek nem kellett fizetni, hiszen a munkájukat végezték, és végül, érted, elkísértik a hatyákat, a Mikulást is. Hát nem tudom, nekem sok bajom van ezzel a sztorival. Közben értem, amit mondasz. De mi azért, mert a szép, a szent, a kedves, az aranyos Mikulás bácsival történik meg az eset. Tehát
Ez te egy azért, részt igen, de nyilván nem ez. Nem de nyilván azért nem érezzük ezt az esetet, mert az én szívemből a Mikulással vagyok ebben a sztoriban, de ugyanakkor meg ez egy ugyanolyan meló, amit ő elvállal. Igen. Érted? És az a Mikulásossága... Tehát én most bemegyek az óvodámba, és az óvoda megkér, hogy legyek Mikulás, és ezért nekem fizetnek 10 000 forintot, akkor vagy 20-at, akkor én adócsaló vagyok, és számlát kell adnod, de ezért én nem váltok egy vállalkozóit, mondjuk, ha nekem nincs vállal. Tehát akkor nem mehetek be, és nem okozhatok örömet. Mert akkor én adócsaló vagyok. Illetve biztosok benne, hogy van valami olyan jogszabály, ami alapján ezt meg tud csinálni, tehát nem kell hozzá vállalkozói igazolvány szerintem. Ha évente te egyszer elmész mondjuk 5 helyre fejenként 10 000 forintért, az 50 000 forint az valahogy biztos, hogy be lehet vallani. Érted? Én értem, ez nem, de nekem ez az üzenet az, hogy akkor ebben az országban ennyi minden rendben van, és ebben az országban mindenki ilyen jól adózik. És ebben az országban tényleg nincs fontosabb ügy, mint hogy megbüntessünk egy Mikulást, tehát mindenhol minden rendben van, és nincsenek fontosabb, nagyobb nagyságrendű dolgok, milliárdos csalások, amire mondjuk a NAV lehet, hogy több nagyobb kapacitást tudna elkölteni, mint arra, hogy megbüntessen valakit, aki egyébként örömet akart okozni a gyerekeknek. Én értem. Csak ugyanakkor tudod, amikor hallok különböző adóbevallásokat, amikor az ember látja, hogy mi folyik a közéletben, amikor azt látom, hogy 1 kilométeres utakat valahol vidéken sok-sok milliárdért újítanak föl, akkor kérdezem én, hogy valójában erre kell, hogy kapacitálja magát a NAV, vagy nem, nincs más, nagyobb horderejű, fontosabb dolog, amit azért, hogy fel lehetne deríteni, nem? Hát oda valószínűleg... De értem, persze, őket is meg kell büntetni, ne csináljon egy Mikulás se adót. Ebben igazad van. De ez azt feltételezi, akkor máshol minden rendben van? Tehát most már ennyi ereje van a NAV-nak, hogy ezt akkor megtalálja, mert akkor már minden fontosabbat elintézett, vagy nem tud különbséget tenni, és nem is tehet, tehát a kicsi és a nagy ugyanolyan fontos. A kicsi és a nagy ugyanolyan fontosnak kéne legyen, igen, valóban kevesebbet olvasunk a milliárdos ügyekre, az lehet, hogy az nem az ő hatáskörük. Vagy alulról. Vagy nem lehet az ő hatáskörük. Alulról göngyölíték fel a csalásokat. Igen. Kicsivel kezdünk, tudod, és egy nagyobb lépések felé haladunk. Jutunk el a forint. Nem tudom valójában, mennyire javít ez az adózási morálon egyébként. Szóval, hogy... Ez szerintem sem ennyire. Az, hogy most a Mikulást elkapták viszont... egy 10 000 forintos nem adok számlával, az sem ennyire nem fog javítani a morálom. Az biztos. És a gyerekek végignézték, hogy lebuktatják a Mikulást? Nem, szerintem. Tehát, hogy volt, hogy még berohantak a konyhába, és ott állt a csávó, már levette a ruhát, szánakozott apa, tekintette, vette elő személyigazolványát, és apa, csak egy limonádét hagyd kérek. Hello. Te ki vagy? És 10 gyerek ott állt bőgve a nagyszobában, miközben a navosok nagyon büszkén elvitték a Mikulást, berángatták a konyhába, igazoltatták, és mondták, hogy na, akkor vegye le ezt a göncöt, és igen, akkor mutasson lehet nekünk egy vállalkozó igazolványt. Lehet, 30 gyerek ott zokogott a szobában? Figyelj, lehet, de lehet, hogy már azért ezek a gyerekek nem először vettek részt én akcióban a családdal, lehet, hogy már mit tudom, hogy tavaly lebuktatták, hogy évközben a húsvéti nyulat is, stb. Tehát, hogy simán előfordulhat, hogy csak beszaladt a konyhába az egyik gyerek, hogy még törjön egy kis mézes kalácsot, és egyel megint be vagyunk egy rohadt adott csalóban. Na, megyek, még játszok a labdámmal. Tehát, hogy simán lehet, hogy ők már benne voltak. És ki fizeti a gyerekeket? Hát ők egy munkában vesznek részt. Utánuk valaki jó adózik? Kérdés. Be vannak jelentve a gyerekek? Aha. Hogy működik ez? Vagy a gyerekek munkáját ingyen vesszük az örülés? A gyerekek ingyen örülnek? Hát a gyerekek részt vettek egy ellenőrzésben, tehát kvázi hiába alakították ők az őszinte gyereket, ők tulajdonképpen dolgoztak. Aha. Velük aláírattak szerződést? Aha, hogy volt ez? Kest kaptak, vagy természetben? Magyaróban fizetett nekik a NAV? Hát sportszeletben? Persze, Mikulás csomagban. Mikulás csomagban fizettek? Aha. Sült almában. Szóval érdekes, hogy ez én értem, ugyanakkor persze igazad van. Tehát nem mentesít a sem a tétel, sem a nagyságrend, sem az, hogy tévi egyszer, sem az, hogy jótékonykodva, mert akkor én jótékonykodva adok el neked, nem tudom, holnap valamit, hogy én csak örömet akartam neked szerezni, majd akkor így utána van. Nem fizetek be így különböző van. Dolgokat. Én ezt értem, csak... hát nem tudom. És aztán az üzenete nem biztos. Lementem Mikulás, és akkor én szarvasom, a homlokára még oda volt tűzve egy fegyvják, és egy piros Mikulás csomag is. Mert rossz helyen parkoltak. Tilosban parkoltak. És ez úgy kell elképzelni, hogy 3 navos apuka összeborulva ülnek el, hogy Júl a fejhez, úgyis elkapunk rohadék, hérhó, mindjárt ben vagy a csapdánkban, jöjj el, kedves télapok. Érted? És kicsim, 3 navos kicsim, apuka. Itt a Mikulás, nézel a gyerekedre, miközben tudod, hogy mindjárt meg. Videózol is. Kaplak, videóznak, tudod, és kedves, mi várunk rád, miközben már alig várod, hogy lebuktathatsz. Igen. Szóval azért az egész annyira lelketlen, tudod. És a gyereke csillogó szemmel nézi, hogy apa, itt a Mikulás, de hogy az? Apád nem sokára elkapja. Egy adósaló, nem a Mikulás. Jók voltatok, gyerekek? Igen, de te nem biztos.
Szóval, hogy ilyenkor az adó ellenőr szülőt játszva énekli a Jingle Bells-t. Igen? Na hát ő valószínűleg szülő egyébként is. Ugye beszéltünk már egyszer arról, hogy amikor az ellenőrzésekre kiküldik a kollégákat, akkor meg kell, ki akar mellműtétet magának, mellnagyobbítani. Te, jó van, kinek van fog problémája, mutassa Nusika, bal felső kettes meg kell csináltatni, magam a fogorvosokat ellenőriz. És akkor ez ugyanezt történt, érted? Hogy december 4-én a pénteki eligazításon az volt, hogy ki tud még Mikulás szerezni, így kinek van gyereke. Ki akar eltüntetni egy régi MSZP-s tetkót? Igen, akkor te visz. És ez is Titi ugyanígy. Mi van a gyerek? De tényleg érdekel, mi van a gyerek munkával? Csak kérdezem. Lehet, hogy társadalmi a gyerek munka? Társadalmi munkában nyomják. Mi az, hogy társadalmi munka? A társadalom egészéért tettől szolgáltat. A gyerekek. Ez a gyerekek. Pont, ez pont ugyanaz. Tehát felhasználjuk a gyermekeket, nem fizetünk nekik, de megvágjuk a Mikulást. Nem szép dolog. Nem, ez pontosan ugyanaz a dolog, mint hogy tudom én, nem érted el a nagymamát, nem találtál babysittert, nem tudod senki vigyázni a gyerekre, ezért te bevitted a munkahelyedre. és eljátszották, hogy örülnek a Mikulásnak. Hát, amit te is mondasz, az volt a csúcs, amikor tükrözésre mentek. Így van, végbél tükrözés. Az két navos elment. Jaj, ne is mondjam. Anyalánya. Anyalánya. Az nem, az nőgyógyászati vizsgálat. Nem, az egy tükrözés volt. Tükrözés volt? Tükrözés. Két navos elment, és megbeszélték, hogy anyalányát hozzák. És azért kellett az egyiknek bent lenni, hogy igazolja, valóban megtörtént. És akkor ott megkérdezik, hogy anyuka bennmarad? Igen. Anyuka bennmarad. A lányt, mint adóellenőr egyébként megtükröztette saját magát. Jó, de előtte valószínűleg az lehet, hogy lépcsőházban sorsot húztak. Kő, papír, olló. Alma, piros, alma, bum, a büdös. Ma engem tükröznek. Megtükrözték, végignézte, majd nem adott számlát és bebuktatta. Lehet, hogy neki valamilyen gasztroenterológiai problémája volt, és azt mondta, hogy tükrözés? Igen. És én jelentkezett. Vagyok. Én vagyok. Hát vagy meggyűröd a lepedőt, és azt mondod, a prémiumért minden! 13. kalmár meg lesz! Adózási fegyelem mindenek felett! És gondolod, de végignézed, ahogy az álgyerekedet, te álanyaként, a te állányodat megtükrözik. Oh, hogy azért, és hogy? És kolléganődet nézett közben. Tarts ki, Juli, egyre már újra a TV utcában vagy! Minden rendben, Julikával? Mondtam neked, hogy inkább fogászatra menjünk, ez rohadt túl fáj. Ugye? Tá, és, ott meg, és ott az egyiket megtükrözték. Igen. Bebuktatták a dokit. Gondolj az évvégi könyvjutalomra. Libri utalmány 5000 eurót, a fáj. Gondold el. Szóval gondold el, elképesztő, hogy azért ez a NAV-nál is dolgoznak azért. Az fanatikusok. Kevés. Fanatikusok azért. Ehhez kell egyfajta, nem tudom, elhivatottság? Hát a hónap dolgozója Marika, akit kétszer megtükröztek, egyszer alulról, egyszer felülről, megcsináltatott egy nagyon ritka szemműtétet. Tehát el se tudom képzelni. Ja Istenem, hát ez egy érdekes. Mi lesz, fizet? Hát kénytelen. Szerintem van valami ilyen kibúvója, csak valami papírt kellett volna biztosan. A nem másik kell... kabátjába hagyta. Igen, hogy nem kell vállalkozás, az most évente egyszer elmikulásozgassod. De kell, hát kell. Kell. Nincs valami ilyen pár ezer. Mondom pár tényleg, ezer nem, kell, figyelj, adjon, és ezt tartsák be, csak én azt hiszem, hogy tehát nekem adózási szempontból is, ha az adó morál részét nézzük a dolognak, akkor ha én azt látom, hogy sok helyen, az ország számos területén, a közéletben, a politikában rendben van, és olyan adóbevallást adnak be, és az az üzenet, hogy nem lehet őket fülön csípni, és érzem, hogy minden tiszta, nekem az sokkal többet segít adózási morál szempontjából, mint hogy a NAV megbüntet egy Mikulást. Nem azt mondom, hogy ne büntessék, érted, mit mondom? Aha, tehát ha már csak minden ha nekem, rendben lenne, ez nekem lenne az utolsó. A vezetői. Értem. A politikusok, és minden, amit te hallasz, az azt sugallja, hogy normálisan végzik. És annyit fizetnek, amennyi valójában kerül, olyan adóbevallást adnak, mi valójában így történik. Akkor engem az, hétköznapi átlagembert arra sarkal, hogy az én adózásom így legyen rendben. Ami nem mentesít, hogyha sokan nem csinálják rendben, én sem csináltam igen, rendben. De hogyha érted, mondjuk, mit mondok? Igen, tehát, hogy ahhoz, hogy te joggal kritizálhassd őket, ahhoz neked becsületesnek kell lenned. És ez nem mentesít téged mondjuk egy lopás vagy szabálysértés vétsége alól, hogy azt mondod, hogy már pedig ő többet lopott, vagy pedig már pedig ő komolyabb bűnököt követett el, akkor én meg
engem lefoglalkozzanak velem, mert hogy én csak egy pityáner vagyok hozzájuk képest. Tehát, hogy nem. Ezt, oké, ez igaz, de most a Mikuláson való példamutatás, hogy abban igaza van a Balázsnak, hogy nem ez. Tehát a népet ez nem arra sarkalja, hogy ezután rendesen fizessen az adót, hanem arra sarkalja, hogy azt mondja, hogy hülyék vagytok, tényleg a Mikulást kell cseszegetni. De nem. Igen, tehát hogy a morál szempontjából, igen. És ugyanakkor értem, hogy miért csinálják, de lennének hatékonyabb eszközök arra, hogy meggyőzzenek. Attól, hogy ez a Mikulás szerintem ő egy vállalkozó valószínűleg, aki... De hogy vállalkozó? Hát ő elmondta, hogy nem az, ami nem mentesíti, ő nem váltott ki ezért vállalkozói. Na jó, de hát érted. Egy évben egyszer beszáll valami szolgálatba, ahol Mikulásokat közvetítenek ki, bemegy és... Igen, tehát nem érezném igazságtalannak, ha közben azt érzem, hogy azok, akik sokkal többet csalnak, akik sokkal többet lopnak, akik milliárdokat jó, lopnak el, azokat közben ugyanúgy utoléri a hatóság, és ugyanúgy kénytelenek adót fizetni, kénytelenek áfát fizetni, nem élveznek különböző mentességet, és akkor azt mondom, hogy elkapják a milliárdos csalót is, de elkapják a Mikulást is. És akkor azt mondom, hogy ebben az országban minden rendben van. De amíg őt nem kapják el, csak mentességet élvez, nem fizet be, különböző engedményeket kap, de a Mikulás közben csesztetik 1000 forintért, vagy 10 000 forintért, nem a Mikulás, bárcsi, aki Mikulás vagy egy ember. Akkor azt mondom, hogy nincs igazság. Író úr, tehát nézzen rá, hát ő a Mikulás. Ő a jó lopuki, érted? Tehát vagy mindenkit, és akkor kivétel nélkül mindenkit és a Mikulást is, vagy először őket, aztán a Mikulást, de hogy őket nem, de csak a Mikulást, ez így ebben a formában engem nem ösztönöz arra, hogy akkor én jogkövető adózó legyek. Vagy álomvilágban ez. De nem ezt mondom, csak ennek ez kellene, hogy tehát ez így kellene, egy normális országban ez így működik. Nem? Persze. Mert most Ákos például egész reggel azt a hírt olvasta, hogy vagyonosulás vizsgálatot akkor lehet lefolytatni, hogyha te belemész abba, hogy ezt lefolytassák. Hát, na, hát most akkor mi van? Hát meg kell elkezdeni aztán a többit. Egyébként nekem, bocsánat, nem ezért jöttem bele, hogy volt egy navos sztori, mesélte egy cipzár javító, táskás ilyen cipőjavító hallgatónk, hogy bement hozzá, nagyon-nagyon fújt a szél, esett az eső, és egy szimpatikus fiatal házaspár egy kisgyerekkel elromlott a kabátján a cipzár. És hát ő jóságból megcsinálta, hogy mondták, hogy ne haragudjon, meg tudja javítani a gyereknek a kabátja. Persze, szóval foglalkozik cipzárjavítással is, nem adott számlát, mert ezt kedvességből megcsináltam, hogy kimentek és visszajöttek, hogy jó napot kívánok, a naftól. Nem kért érte pénzt. Hát de akkor nem is kér, akkor nem. Holnap megszólaltatunk valakit a naftól. Egyébként a szóvőket szoktuk, nem tudom, sűrűn cserélni, de tök jó arc. Igen. Most éppen nem tudom, ki van, de a múltkor beszéltünk egy navossal, halálosan jó fej volt. Holnap fölhívjuk, hogy meséljen nekünk erről. Egyszer már sok-sok évvel ezelőtt hasonló témát megcsináltunk, hogy dől el, hogy másnap ki hova megy. Igen. Masszázsra, cipzároshoz, végbéltükrözésre, igen, fogászatra. Igen. Tehát, hogy dönt a dolgozók döntenek. Ő azt hiszem, akkor azt mondta, hogy a dolgozó jelentkezhet be, hogy ő most, mint a terhességi ultrahangra akar elmenni. Igen, ezt mondta. Így van. Tehát holnap szólaltassunk meg valaki. Ő elfogadott pénzt, Feri, az volt a probléma. Tehát, hogy ő letettek egy ezrest, kvázi ajándékba. Aha. És ő mondta, hogy köszöni szépen, is eltette. Aha. Nem adott szám, és neki derült, hogy a NAV-tól voltak. Hát nem, óvatosnak kell lenni, azért kíváncsi vagyok, hogy a NAV-nál merte valaki jelentkezni idén céges Mikulásnak. Na, tényleg seg, és mindig így tudod, hogy mindig így lesütött a szemét, nem akar bajba kerül. És vajon ez a Mikulás kötött vádalkut? Tudom, hogy a Jézuska se igazi köpök. Igen. A köpök a nyúrról. Ha csak engedjetek el. Hogy volt? Ha egy védett házba költöztetnek, földobom a krampuszokat és a manókat. Nagyon sokat tudok a húsvéti nyúrról. Higgyétek el. Nem is tojás az, hanem kaka. Na mindegy, de értem én, tehát mindenki adózzon normálisan, tartsa be a jogszabályokat, és mindenki adózzon úgy, ahogy az a törvényben elő van írva, csak itt a jelszó akkor az, hogy mindenki, nem? Így van, mindenki adózzon. Na jó, holnap fölhívunk valakit a naptól, szólaltassuk meg őket, kíváncsiak vagyunk, hogy mit mondanak. És remélem Sárközi művésznő lesz az, akivel beszélünk. Igen, azt mondod? Te, jöhetne hozzám ellenőrizni. Csak mondom, hogy nálunk egyszer a Kassa Tibi volt a Mikulás, és egyszer én voltam a saját gyerekem Mikulás. De várjál, és adtál magadnak számlát? Hát nem kértem magamtól pénzt. Akkor az jó, azt hiszem elő. Mennyi volt baj? 13 000-ért eljátszottam a saját gyerekemnek. Volt már a Kassa is, de ő is ingyen csinálta, úgyhogy... Ja. Úgyhogy az lehet. Az belefér. Nem követtünk el. Mi nem már idén nem hívtunk, pedig nagyon szeretett volna a Virág, de az a baj, hogy a télapónak pont foglalkoznia kellett a film alappal, és ezért nem tudott sajnos. Ha
A télapónak foglalkoznia kellett a filmalappal. Hármas ugrást játszunk. Jó? A hang egyezőség miatt János volt az elkövetője. A dolognál... Csak mondom. Már is játszunk. A hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Hello, sziasztok! Gabó, hello, honnan hívtál minket? Hello, szia! Most éppen az M5-ösről. Az M5-ös? De egyébként szegedi vagyok. Szegedi, mit csinálsz most az M5-ösön? Meglepetés fog okozni, de vezetek. Azt a kutya fáj. Ott vagy. Micsoda éles. És mit szállítasz valamit, hogy miért mész te arra felé? Nem üzletkötő vagyok. És megyek Pestre. Jó, milyenek a kérdések, Jani? Azt mondja, hogy nézem. Kulturált intelligens fiatalember, a hallgató tudni fogja. Na, vinni fogja. Így szól a kérdés. Ha megtalálom. Az első. Az első, ez ilyen furin van. Jó. Ötös oldal. Ja. Alul. Melyik labdarúgó játékos a Böde Dániel? Melyik labdarúgó? A Ferencváros. Melyik labdarúgó klub, így van? Ferencváros. Így van! Böde Dániel! Ki ne tudná? Melyik labdarúgó játékosa? Igen, a sajátja. Menjünk tovább? Na, jó, nézzük meg. Így szól a második kérdés. Melyik zenekar egyik dalában zúgják a fákon a kabócák, hogy láss csodát? Quimby. Hogy van? Na, mi legyen a harmadik kérdésem? Hát, ugye egyszer élünk, nézzük meg, próbáljuk meg. Itt szól a harmadik kérdés. Hogy nevezik azt a hagyományos háztáji gazdaságokban? Hogy nevezik a hagyományos háztáji gazdaságokban a csöves takarmányok szárítására és tárolására szolgáló építményt? Szép, végre, szép, a vidék, szép. Végre. Ez a Siló? Nem. Hát viszonylag kevés Siló van a háztáji, hagyományos háztáji gazdaságban. Ez a Góri. Mindegy. Na. Igen. Tudnék olyan háztáji gazdaságot mondani, ahol silók is vannak, de a mögött sok meló van. Azt összegondolod. Hát azért azt érted. Igen. Sok föld, ahhoz sok föld kell, hogy silód sok legyen. Föld kell. Igen. Na, bumozzunk egyet, jó? Figyelj, ennek az ajándékcsomagok, tiki-taki. Mi van? Elcsukló hangon hosszan. Tetszett a boom pedig. Aha. Tetszett volt, a boom. Jó volt, igen. Volt benne lendület, volt benne vitamin. Igen. De nem pillanat. Nálatok? Semmi. Hát, semmi? Nekem szoftver? Nekem egy kicsit olyan Kelly hőse jutott a eszembe. Igen. Igen. Á, indul. Igen. Donald Sutherland, de mennyire jó. Mennyire jó film, igen. Hát nincs meg sajnos. Hát sajnálom, legközelebb. Gabó, legközelebb, jó? Jó. Köszi. Egy dolgot viszont megint megjegyezhetünk, hogy félig ember, félig gép, Böde Dani példakép. Így van, szabjá. Félig ember, félig gép, Böde Dani példakép. Így van. Na. Jó van, elköszönjük a játékosunktól. 9:55, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. 3:10 lesz, pontosan 2 perc múlva. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Mutatjuk, hogy miről is volt szó, ma reggel jönnek a nap legjobb pillanatai. Az autotuningokról kezdtünk beszélgetni, mert szeretek Viki autójában valami kis egyszerű dolgot beszereltetni, és erről eszembe jutott, hogy milyen jó volt, amikor az ember még ezt-azt beleszereltetett az autójába, tuningolni kezdte a kispolckiát, a Skodáját, a Dacia-ját, a Suzuki-ját, az 1-2-es Ladáját, vagy az 1-es Golfját, és hát egészen szenzációs SMS-eket kaptunk, hogy ki hogy próbálta felturbózni a saját autóját 10-20 évvel ezelőtt, hogy jobban nézzen ki, optikai csomagot tenni rá, felnyitva, amikor nem volt még felnire pénzed, felnének kinéző dísztárcsát, és hát világítást is, minden más. Az egyediséget akartuk. Igen. Hogy ne olyan legyen, mint az össz, mert volt a 6 féle autó. Nem, szerintem nem az egyediséget. Nem a menőbbet, mint amilyen valójában. Ez mindig arról szólt, hogy a te autód menőbb, mint amit tud alapból. Te nem egyedinek akartad látni, hanem menőnek, sportosnak, gyorsnak, de az mind nem volt, és azért ráakasztottál minden. Felturboztad, hogy jobbnak nézzen ki. Jobbat akartál, mint amilyen volt. Igen. Hát emlékszem, hogy mekkora csalódás volt számomra, illetve nem csalódás, de hát, hogy hosszú időn keresztül szerettem volna az 1-3-as eszkortunkra szerezni egy műanyag Ford emblémát, mert csak matrica volt rajta. Júj! Matrica volt rajta, és amikor végre meglett,
akkor megvettük az első Suzuki-nkat. Azóta is megvan az embléma, eltettem. Mm. Már nem volt időm pillanatragasztóval ráragasztani. De jó is volt. A csapattartó. De jó is volt. Ugye ez volt az egyik témánk, a másik pedig az, hogy ki hogyan, és mikor jár piacra, és mit vett. Én már nem tudom, hogy indítottuk el, csak a piacra járásról kezdtünk beszélgetni, a régi piacokról, a Sángi piacról, a Fáy utcai kínai piacról, az Orciról, a Józsefvárosi piacról, és hát ott is csodákat látott, hallott, tapasztalt az ember. Hallgatóink nagyon sok hozzászólást küldtek, hogy ki mit vett már a piacon, vagy ezen piacokon. Nagyon szokat. Igen, erről volt szó ma reggel, ezeket a pillanatokat most újra megnézzük. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 7 perc van, pontosan 10 óra. Hát nem akarom mondani, hogy mit látok, de... Mi? Hol? Mi az? Szóval komolyan mondom, nem értem. Ja, hát én már nem értem. Várjatok, én az Abaházi vagyok, csak felvettem ezt a szállatot. Tudni akarom, hol van az Urák Csaba. Mondja meg nekem valaki, hogy miért nem jött ma az Urák Csaba. Én fölhívom. De tényleg, kikérem magamnak. Csörög már rá. Azért az Urák Gabi nem biztos, hogy tudja, mert hogy pénteken mondtuk az egyik játékosunknak, aki nyert ugye a Mastercard játékunk, hogy nevezd meg még egy Klassz FM-es műsorvezetés. Az Urák Csaba. Tudod, ami nem jó az Uráknak se, hogy 20 év médiázás után a rádióba teszik, és nem jó a Csabinak se, hogy 20 év kívánság műsor után. Az Urák Csaba. Zseni volt. Hogy lehet egy névvel két embert is megsemmisíteni? A név valódi tulajdonosát. Ennyi. És az a bázit is. Az Urák Csaba. Pedig nem. Csabinál többet nem mondta senki a magyar médiában a nevét. Hát igen. De most a Rákóczi Várjatok felhívta az Abaházit. De te hol vagy? De miért nem 8? Nem teszitek adásba? Tudjuk, hogy a garra mi van, de te hol vagy? Mit mond? De karácsonyra vásárolsz. Tedd oda a mikrofonhoz. Na elnéztem. Karácsonyra vásárol. Mondjad? Mária. Mit mond? Mit most mond? Mondom, ki vagy hallom. Hangosítva, hallja a világ. Karácsonyi vásárt tartok, hagyjatok békén, nélkületek akarok el. Várja, ő tartja a vásárt, tehát lehet, hogy szervezet. Te mi? Árulsz valamit? Vagy mi? Nem, én vásárolok, én vagyok a vevő. Azt a sok pénzt, amit megkerestem a cégnél, azt most elköltöm. A nagy szart, a navosoknak dolgozol te is. Felvett a NAV másodállásba, és mi is? Most találtam Noel Estalvét a tartót. Az de örülnék neki. Noel Estalvét, de gyönyörű. Csabi, lehet, hogy gyerkepartónak is tudja használni, az, akinek Noel gyermeke van. És meddig nem vagy, Csabi? Egy hét Szabit megint kivettél? Ne, de úgyis két nap. Két napig vásárolsz? Kettő napig. 5 év alatt vásárolok két napig karácsony. Végigmegyek a kamerán. Na jó van. Na jó van, Csabi, akkor szevasz. Nem zavarunk. De üzenj, hát köszi, Csabi. Üzenj még valamit a programigazgatónknak, már nem vagy adásban. Szevasz, Csabikám, hello. Gyerekeket, komolyan mondom, hogy ennyi szabadsága. Hát mi vagyunk a hülyék. Neki van igaza. Kiveszi azt, ami törvényileg elő van írva. Mi vagyunk lelkiismeretesek, és minden év végén bent hagyunk 8-10 napot. Mert inkább jövünk, jaj, a reggel ne menjen annyi ismétlés, mi lesz velünk. Mit csinálunk? Bejövünk. Nem? Ő meg vásárolgat. Jó, gyerekek, az egész január ki van véve. Jó. Jó? Az én benne vagyok. Rohadt január ki van véve. Jöjjön be az Abahár. Jöjjön be az Urák Csaba. Hát így van. Nézzétek meg, milyen, jöjjönek amikor... be mind a ketten. Nézzétek meg, amikor nem mi ülünk reggel mikrofon mögött, hogy akkor milyen reggeli műsor van. Aztán még jobban fogunk hiányozni. Jöjjön be az Urák, meg az Abahár. Azt a mindenit. Hát komolyan van, mi rontunk el valamit. Hívjuk a naphallgatóját. Minden harmadik héten szab. De nem, ő igaza van, annyit vesz ki, amennyi jár. Nem? Mi nem veszük ki azt, amennyi gyerek, jár. 40 fölött. De nekem is kettő van. Igen. Jó, de a Garaminak egy gyereke sincs, még sincs benne soha. Azért, mert ő hétvégi műsorvezető. De mondjuk ez is igaz. Nem veszi fel. Nagyon jót írt, pedig onnan tudod, hogy hamis a mixer vagy borotva, hogyha bekapcsolod, játssz a Jingle Bells. Csodálatos. Számoljuk ki, hogy hány napunk marad bent. Hogy lehet, még át tudod vinni? Vagy ez a csúsztatom, átviszem? Ez már az régóta nem működik. Nincs, nem is fizetik. Ki kell venni. Tehát vagy kiveszed, vagy elbukod? Sose igen. Voltam, tehát nem dolgoztam ilyen nagyon fix helyeken. December 31-el hús. Tehát volt 8 napod, azt te már lenullázódik. Nem, igen. Akkor azt mondja, a jövő hét kedden jövünk utoljára. Ha Janinak amennyi benne van, holnaptól ne jöjjön. Igen, január 8-áig. Én 2016-ot kivenném. De az elmúlt 6 évben ilyen 40 napot csúsztattál, csak minden január 1-én az elhusson. Na jól van. Hát akkor nem kérdezem meg, hogy milyen zenék lesznek, mert tőled nem szoktam. Nekem is adott remek zenéket, egy csomót. Persze. Így van, mert te nem tudsz hazudni. Biztos lesz majd valami, amit még sose hallottunk, úgyhogy meghallgatjuk, jó? Gabikám, jó munkát neked, 555-55-00 a telefonszám.
hívjátok Garami Gábort, ha szeretnétek kívánni, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Sziasztok! Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsor.